Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Morning Show! A Klassz FM-en. Jó reggelt, szevasztok, 3 perc múlva lesz 7:45, János és Ferenc a stúdióban, Balázs pedig hétre jön. Így van, hétre jön, mert ugye forgatja valamelyik a leendő, vagy már nagy sikerű műsorának a következő epizódját. Most nem tudjuk, hogy már melyiket forgatja sok közül, mert gyakorlatilag egész ősszel, meg télen képernyőn lesz ez a jó ember. Nagyon hát, helyes. Így van, ahogy ő fogalmazott, helyre kell tenni az erőviszonyokat az RTL. De tavasszal is volt, nem volt tavasszal? Ja, nem, ősszel volt. Én már nem tudok követni. Ősszel voltatok az afrikai kis műsorral, aztán egy kicsi pihenő, de most annál jobban lehet terhelni. Persze, úgyhogy tegnap is azt mondta, hogy tegnap előtt olyan 7 óra magasságával kezdtek el, mint egy cirka röpke 7 órás próba után felvételt abszolválni, úgyhogy azért van meló bőven, úgyhogy most megengedtük neki, hogy hétre jöjjön. Így van, de annál jobb lesz, annál fincsébb lesz az őszi televízió. Attól félek, hogy ha nem nézett tegnap este teniszt, akkor azért fogunk beszélni a teniszről, ha megnézett, akkor meg azért. Tehát, hogy megúszni nem fog. Jók. Az a jó, hogy neki van már olyan telefonos applikációja, aminél tudja követni az eseményeket, tehát forgatás közben is tudja nézni. Ha majd azt látjátok ősszel, amikor majd megy a tévéműsor, hogy állandóan lefelé, bal keze felé néz, ami nem látszik a tévében, akkor ott lesz a telefon, és azon keresztül nézi a meccseket. Na jó, van mindegy, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz. Ez egy hallgató írta tegnap, hogy amikor mondta a Bali, sorolta a műsorokat, hogy hova még, de hova még, hova? Hát ennyi, lesz egy újabb is, úgyhogy most ezt készítik, ezt forgatják, de 7 órától már itt lesz velünk majd, és akkor jönnek az izgalmas, érdekes. Ja, Istenem, a fantasztikus események az US Open tegnapi történéseiről. Nagyon szépen köszönjük. Na, viszont hát elkezdett hűlni az idő, úgyhogy én szerintem mindenki jól aludt, vagy jobban aludt, mert hogy az elkövetkező napokon már erre lehet számítani. Csak mondom amúgy, hogy egy ilyen a jövő hét közepére már egy olyan hőfokot ígérnek, amihez képest ennek a hétnek az eleje, az kb. Ilyen 15 fokra van, tehát hogy azt is meg fogjuk egy picit érezni. Mi ugye, akik már a B oldalon vagyunk elég erőteljesen, mert hogy már frontérzékenyek is vagyunk ebből a szempontból, illetve pontosan ebből az okból kifolyólag. Úgyhogy de ettől függetlenül szerintem örüljünk ennek. Én megmondom nektek a frankot, én tegnap este éreztem azt, hogy na most tele van a tököm ezzel az egészen. A meleggel, tehát, vagy a lehűléssel. Hogy a meleggel. Tehát, hogy nekem már nagyon hiányzott ez a lehűlés. Tegnap este, hogy otthon így ültem, és azt mondtam, hogy na most ez az 5. hőségriadó volt ezen a nyáron, meg reméljük, hogy az utolsó is, és azt mondtam, hogy na most ebből elég, köszönöm szépen, nem kérek többet a nyárból. Persze szoktuk mondani, hogy amikor meleg van, akkor hideg hiányzik, amikor hideg, akkor meleg. Tehát, hogy mi ilyenek vagyunk. Ilyenek vagyunk, hogy mindig annak örülnénk, ami éppen nincsen. De nekem tegnap már tele volt mindenem. És azt mondtad, hogy elég, mennyi minden meleg. Köszönöm szépen, és mind, akit fejbe vertek, komolyan mondom. Ha még hétfőkedden megdőlt a meleg rekord, országos is, meg Budapest utoljára, is, azért tudom, az nagyon nem is tudom, hogy egyébként elő is érdekes lenne látni egy összesítést, biztos az OMS-nek vagy valamelyik ilyen szakértő brigádnak van valamilyen összesítése arról, hogy 2015-ben vagy 2015 nyarán hány különböző csúcs dőlt meg, mert hogy gyakorlatilag mintha minden napra jutott volna egy ilyen. Még 40 fok volt a hét elején, most ehhez képest szombaton már csak ilyen 18-20-at mondanak, azért az egy elég komoly csökkenés. Sok sikert kívánok. Igen, esőcskét is. Mindazoknak, akik azért szívesek. Hát igen, meg mindazoknak, akik mondjuk valamilyen rendezvényt terveznek még, így, hogy lecsengessék a nyarat, bár elég sok futóverseny is lesz, sportrendezvények lesznek, jótékonysági rendezvény is lesz, na és hogyha már szóba hoztam, hogy jótékonysági rendezvény is lesz. Akartam kérdezni, milyen jótékonysági rendezvény lesz hétvégén, Jani, ha már szóba mentél volna a dolgoknak, mert hogy lesz egyébként, és ez mindenkinek a kedves figyelmébe ajánlanám, aki Budapesten meg környékén, meg főleg Cinkot és környékén él, mert, vagy arra jár a hétvégén, mert hogy lesz egy nagyon kellemes kis rendezvény a török bálinti hospiszáznak, a Tabitának a megsegítésére. Egy fantasztikus munkát végző kis csapat, és őket fogják megsegíteni Cinkotán egy jótékonysági rendezvény, még egyszer mondom, hogy jótékonysági rendezvényről van szó, tehát hogy futás? Nem, alapvetően itt koncertek lesznek, mindenféle ilyen kis gyerekeknek szóló rendezvények, például fellép az Alma zenekar is, hát, a legnagyobbak, de lesz egyébként a gyerekek Beatles-e. Így van, az Alma zenekar. Így is lehet gondolni, de lesz New Level Empire koncert is majd este, és közben meg természetesen minden
bohócok, meg kézművesek, meg tánc, meg kapuéra, meg minden, tehát hogy egy tök jó kis rendezvény lesz, én mindenképpen, ha máshova nem is, oda jó időt kívánok, meg kérek a jó Istentől. Mm. Tehát Cinkota és a Cinkotai Tájház egészen pontosan a rendezvénynek a helyszíne, Battyányi Ilona utca 16. Menjetek, és akkor segítetek, menjetek, és meg a jó buli még van. Egy ilyen hát ennél szebb dolgot nem is tehetnétek, mint hogy szombaton elmenjetek, és egy gyerek hospiszázat támogassatok. Programot kapsz érte, tök jó. Így van, reggeltől estig ott el lehet lenni a családdal együtt. Vasárnapra esőt, vagy szombatra ígérnek, igen, nem. Esőt, úgyhogy az mondjuk egy kicsit megbolygathatja, de hát oly sok mindent ígértek már a meteorológusok, hogy az felese biztos, nem hogy számít, igaz lesz, nem érdekes. Számít. Nem számít. Meg egyébként, bocsánat, hogy még én szabadba vágok, de én azt gondolom, hogy amúgy meg, ha meg szeptember, akkor mondjuk az okkerek nem panaszkodhatnak, én tegnap megint bújtam az internetet, és azt láttam, hogy egyik jobbnál jobb zenekar jön ki a jobbnál jobb lemezekkel, megjelent az új Iron Maiden, megjelent az új Disturbed, vannak az új Iron Five Fingers, gyerekek, hány éves az Iron Maiden? Ezer. Mi? Nem, és még ugyanaz, mindig ugyanaz a lendület? 80-es évek elejé óta, ugyanaz. Ráadásul úgy, hogy Bruce Dickinson az Iron Maidennek a frontemberében nemrégiben átesett egy nagyon súlyos betegségen, amire adott esetben rá is mehetett volna. De aztán, hála jó Istennek, nem ment rá, ezt mondjuk ők is megerősítették egy dupla albummal. De kemény. Hát figyelj, fölépültem, akkor csináljunk valami maradandót. Dupla album, oké, srácok, melózzunk. Koncertkínálat is jó lesz az ősszel, jön vissza a Slash bácsi is, egy jó arénás burila, és egyéb ilyenek is lesznek, de majd erről mindig fogunk beszélni. Bizonyám, csak azokat, időben. Mondjuk a keményebb zenéket szeretik, csak jelzem, hogy Magyarországra érkezik a Machine Head hosszú-hosszú idő óta, úgyhogy én ott leszek. Végre egy koncert, amire Jani is elmegy, mert elrángattuk Robbie Williamsre, az se tetszett, de nagyon jó volt. Hát jó. De mesélned jobban. Na, az annál egy jobb kis laza, kis 2,5 órás programmal fognak érkezni, úgyhogy nem lesz előzenekar. Igen? Hát figyelj, 2,5 órá elé nem kell, mert már megunod. Aha. Mert akkor az összesen 3,5. Nem tudom megunni őket. Hát azért mondom, hogy 15 éve rögtön azok kezdjenek. Nagyon jó hírt olvastam ma reggel az egyik bulvár sajtóban. Van ez a túlélős csávó, ez a Bear Grylls. Vagy Grylls. Tudom, miért akarsz beszélni, szenzációs. Figyeljetek, hogy most azt csinálja ebben a túlélős műsorában, hogy eddig civileket rángatott be, és most pedig kitalálta, hogy nagy embereket hoz magával. Egészen odáig ment a csávó, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökét meghívta a műsorba, Barack Obamát. Aki? Mit mondott rá? Tesa. Jó. Ott a helyem. Oké, akkor megyek. Megyek. Mert egyébként ilyen, hogy meghívom, ilyen nagyon sokkal, persze. Telefonálok neki, igen, és akkor eljutok a titkárságig, meg eljutok a nem tudom kiig, és akkor felveszem a kommunikációs igazgatóval, meg a szójővel a kapcsolatot, aztán azok pedig udvarosan, vagy kevésbé udvarosan, attól függ, kiről van szó, lepattintanak. De nem, ebből az esetben nem. Szóval, hogy hol van még egy jó, persze, most jó, nyilván jönnek majd olyan SMS-ek, lehet rájuk rámondani jót is, meg rosszat is, de azért. Én azt gondolom, hogy ez nem jellemző, nem? Hogy egy országnak az első embere, főleg a világ egyik legfontosabb országnak az első ember, azt mondja, hogy persze, tesó, akkor elmegyek, aztán ott persze együnk férget, meg hogy hívják, ígyunk pisit, mert hogy egyébként ez is simán benne van a pakliban, ugye hát, ismerő a Bear Grylls-nek a műsorait. Állítólag eddig minden hírességgel megitatta a saját vizelet, és sőt, volt egy csávó, akinek egeret kellett főznie a saját pisiében, nem akarok itt reggel ilyen izgalmas dolgokról beszélni, és hát ezt meg a csávó, ugye kidobják valahova, és akkor ott neki túl kell élni. Azért megvan a pillanat, amikor Obamával egymás mellett állnak egy-egy ilyen fél literes kulaccsal, mind a kettő lógatja bele a... Igen, bele kell lógatni, és utána... Elnök úr, akkor egészségére. Tegezi, ha jön a műsorban az Amerikai Egyesült Államok elnök? Lehet? Hát... Érdekes kérdés, mert ugye egy brit csávóról van szó, mármint ugye Bear Grylls esetében. És most megleptél. És hát, hogy azért azért adnak az etiketre. És azért fura lenne, hogyha elkezdenek egyezélni. Igen. Viszont egy túlél, tehát ilyen olyan szituációban, amikor így a végletekig próbálod ki magad, meg küzdesz, az egy idő után ezek szerintem eltűnnek ezek a dolgok. Vagy nem fogják annyira olyan dolgoknak kitenni az elnök urat? Tehát az elnök úr egy 3 napra elmegy, eljátsza, vagy pedig tényleg megszorongatja. Hát ez is érdekes egyébként, mert hogy tehát hogy aki nézegeti a Bear Grylls-nek a műsorait, azt tudja, hogy azért vannak olyanok, mit tudom én, egy ilyen kis szikla Palaton, valami a hegynek az oldalában, egy ilyen, mit tudom én, egy ilyen egy másfél négyzetméteren összeszorulva egymás mellett, egymást melegítve a testünkkel, vagy testükkel, ott próbálják meg túlélni a hideg éjszakek, meg hasonlók, tehát hogy vannak ilyen olyan összesimlós részek, de olyan testőrök például hol vannak? Hát a másik szikla Platón.
És ott vagy simulnak össze. Vagy egy helikopter lebeg végig mellettük, és onnan őrzik. Állítólag nagyon kellett egyeztetni a biztonsági szolgálatot. Hát képzeld el. Elhangzik az a mondat, hogy elnök úr, simuljunk jobban össze, mert nagyon hideg van. Igen. Érted? Van egy csomó kérdés, de marha jó. Egyrészt ő marha jó fej, hogy ezt kitalálta, és ugye elkezdett kérlek, híreséget. Kérlek, fordulj meg, nehogy összejöjjünk. Híreséget becitálni. Másrészt, hogy az Obama erre azt mondta, hogy oké, csináljuk meg, azt szerintem szenzációs. És én már itt tovább is görgettem, hogy kis hazánkban ki lenne az az ember, aki elhívná a főnök urat. Hát köztársasági elnök úr szerintem elmenő, jó fej. Hát ő jó fej, de például emlékez, hogy a bajusz versenyre való fölhívásunknak se tudott eleget tenni. Aha, hát mert a protokollális kötelezettségei miatt. Nem azért, mert nem akart. Nem, emlékeztek rá, még a köztársasági elnöki urat megpróbáltuk befűzni, hogy legyen az elnökség elnöke, a bajusz verseny elnökségének az elnöke, és az volt, hogy a protokoll nem lehetett, nem ért rá. Na most hogy szakítanak egy hetet arra, hogy mondjuk egy túlélő emberrel valakivel Magyarországról egy ilyen műsort megcsináljon? Na, ezzel véget is ért egyébként az a felsorolás, amiben szerintem jó arcokat felsoroltuk, mondjuk politikai elitből. Tehát más nem is jöhet szóba, akit meg lehet erre kérdezni. Hát nem, azért az igazsághoz hozzátartozik, hogy van egy csomó jótékonysági rendezvény, ahol már az előbb egyébként említettem, ugye a tabításokat, ott is az egy alpolgármester a fővédnök, tehát azért sokszor előfordul az, hogy mondjuk egy jótékonysági rendezvényhez a nevüket adják, tehát ne legyünk rossz indulatúak, persze van köztük is egy csomó jó fej, de hát azért egy túlélő műsorba elmenni, hát azért egy kis tökösség is kell. Igen, itt sokan írjátok, hogy angolban csak tegező viszony igen van. Ez félig igaz, mert vannak olyan formulák, amivel meg lehet adni azt a tiszteletet, ami ugyanúgy megfelel a mi magázásunknak, de hát majd akkor a szinkronban vagyunk kíváncsiak, hogy ezt hogy fogják megoldani. De akkor mit mond rá? Cső elnök. Cső barak. Gyere, menjünk túlélni. De most komolyan. Barak, tehát, hogy... pisi? Isszuk? Tudom, fogalmam sincs. Na, néhány közlekedési info, mert már nagyon sokan vagytok az utakon, mielőtt belecsapunk a tegnapi adás ismétlésébe. Komáromnál az M1 felől trafipax van, a kőszegi határnál az ellenőrzés miatt kilométeres sor és dugó van. Kriszti írt a Kőszegről, 10-es út a Pilis Csabai körforgalom előtt mérik a kifelé menőket. Igen, a befelé menőket teljesen értelmetlen, mert az ugye áll most már napok óta a befelé vezetősáv. Soproni határ megint 3-4 kilométeres a sor, ellenőriznek az osztrák rendőrök, erre is érdemes odafigyelni. M3 Miskolc felé a 106-os kilométernél trafi, és hát az elmúlt napok történéseit nézve a közlekedésben egész biztos, hogy ma is katasztrofális lesz majd a főváros, mert hogy nagyon komoly dugók voltak tegnap is. Például ugye a keleti környékén, ahol délután volt egy-két olyan dolog, ami megakadályozta a forgalmat, hogy szakszerűen lehessen közlekedni. Azt nem tudom, hogy ma ez várható-e, de hogy biztos, hogy nagyon komoly dugók lesznek, az tuti. Akkor a tegnapi nap jön. Bizony. Akkor még ugye itt volt Balázs is, hét után megint itt lesz, hogyha valaki esetleg most kapcsolódott be az adásnak hallgatásába, annak a kedvére elmondjuk, hogy hát igen, az élet ilyen kemény, a csicskák meg olyan pohák, hogy hétig az. Ne légy csicska. Tegnap arról beszélgettünk többek között, hogy volt egy amerikai házasodó pár, akik a buli hevében, kérem szépen, a mennyasszony tánc, nem tudom, hogy van-e ott ilyen, de a mennyasszony táncban összegyűjtött összeget úgy, ahogy volt, sok-sok ezer dollár, $10,000, kivágták a kukába. Mondjuk rengeteg eszük volt, mert egy papírzacskóba rakták bele. Hát Isten, mert az a nem gyanús, érted? Mert ha bármi másba rakod, ami mondjuk koffer, számzáras, akármi, az gyanús. Egy papírzacskó nem gyanús, annyira nem volt gyanús, hogy ki is dobták. Így van. Ki is dobták, emberünk, a férj lerohant a takarító személyzethez megkérdezni, hogy nem tudják-e véletlenül, hogy hol a szemét, akik mondták, hogy bármi, nem tudjuk. Honnan tudnak. Plusz el is vitték a nagy kukákat. A nagy kukák után eredt, egy konténert talált, amiben megint nem volt, és aztán végül is ugye a szeméttelepen megtalálta a pénzt, mi pedig arra voltunk kíváncsiak, hogy ki mit dobott már ki. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Morning Show. Pontosan 6:30 van, csak azért nem térünk ki az ilyen mélyeszálló SMS-ekre, hogy lehet az, hogy az Alma együttes két koncertet is ott szombaton, hogy Jani miért mondja azt, hogy Cinkotán lesznek, Mikó Albertisán lesznek, mert így 2015-ben azt gondoltam, hogy az, hogy egy zenekar, mondjuk főleg egy ilyen gyerekzenekar napközben 3-4 koncertet is le tud adni,
mert arrébb mennek, van kocsijuk. Így van, egy nap sok órából áll, tehát rendezinformálás tényleg. Igen. Az albazenek a Jani szokott kamúzni, tényleg. A cinkotai tájházban is fel fog lépni egy jótékonysági rendezvény, ami a Tabitha Hospice háznak a megsegítésére szerveződik. Tudod, ez azért van, mert észrevették, most sokat kamúzol adásban, érted? És itt is az volt, hogy... Nem érzek ellentmondást, mert mind a kettőben van igazság. Na jó, tehát lesz cinkotáni, is ez a lényeg, és akkor most tudjuk, hogy Albert Irsán is, melyek nincsenek olyan nagyon messze egymástól. 3-0 fekete-fehér igen-nemben az eredmény, és hát a javunkra. Azt kell mondjam, hogy ez a hét megint a miénk lett. Ha valaki esetleg egy személyes ajándéktárgyért még esetleg szeretne harcba szállni, akkor megteheti. Heti győzelmet már nem tudunk adni. Ennyi, srácok. Jó, de azért tényleg kössétek fel a pendeit, hogyha akartok egy jó verést, akkor jelentkezzetek. 0676 45 00 00. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Egy nagyon jó bogi, érted, így 10 perccel hét előtt. Ahogy mondod, a számol. Azért ne reagálj, eszel, edd meg nyugodtan, nyedd le a falatot, nem kell. Figyelj, az embereknek egy olyan rádióműsorra van szükség, amivel tudnak azonosolni. Így van, és egy mi bogi. Mi ugye azt csináljuk reggel, ja nem, azért ja. Sem gondoltam. Jó étvágyat. M3 áll befelé az M0-tól. Szil. Figyelj, úgy írta, az M leírta, hogy M0-tól, üdv. S-Y-L, Est, Szil. Okay. Köszönjük szépen, jó, akkor így hát fogjuk. Nem működik a jelzőlámpa a Lurdi háznál a kereszteződésben, Zsolt, tehát ez körutas hír lesz majd, jó reggelt, 10. Z-S-O-L-T, Est, Zsolt. Keresztúri út beállt teljesen a 10. kerületben, tűzoltó a sínek mellett, Mazsi. M-A-Z-S-I-E-S, Mazsi. Kőszegi határnál egy lélek sincs, nincs dugó, aktív turer. Remélem jól ejtettem, Kőszegi határnál nincs ellenőrzés, ezt G írta nekünk. Ejtsd G. 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 De nem lehet több verzió benne. Tehát körülbelül ennyi. Tehát a Kőszegi határnál reggel még azt jelentettek, hogy dugó van, most már meg úgy tűnik, hogy akkor nem macerázzák ott az autósokat, és lehet menni. Köszi Feri. Nagyon szívesen. F-E-R-I-E-S-T Feri. Köszönöm szépen, J-A-N-I. Jöhetnek még a közlekedési információk. 3-0 az állás a fekete-fehér igen nemben, ezt a hetet megint elvittük. Egyéni győzelmekre még számíthattok. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Anna, ezt direkt csinálod? Y-nal van írva a név? S-Z-A-N-D-I, jó reggelt, Szandi! Jó reggelt, sziasztok! Sziaszt, te kérted az Annától, hogy Y-nal írja le a neved? Nem, így írtam az SMS-t. Ja, így ír. És miért írod itt? Kacifántosabb. Kacifántos. Kicsit kacifántosabb, mert így kezdődjön a reggel. Aha, de egyébként mindig így írod le a saját neved Y-nal, hogy egy kicsit... Nem, egyébként X-el írom, Alexandra. Ja, hogy Alexandra, de ebből lett a Szandi és Y-nal van. Utazol? Igen, megyünk már dolgozni. Honnan, hová? Tiliszen keresztül megyünk. Jaj, de szép hely. Budapestre. Uh-huh. Az 10-es út? Fogalmam sincs. Na, jó van. 11-es szerintem. 11-es, az a Szentendre felőli, ugye? Igen. Aha. Forgalmi jelentés? Hát, most még nem sok autót látok a úton. Na, tehát lehet közlekedni, jó. Kettőnk közül tudsz választani, mert Balázs csak hétre jön, és az még ugye pont 6 perc. Melyikünk legyen az áldozatod? Hát én téged szeretnélek. De drága vagy, én meg akkor állom a sarat. 3-0, ugye, de ha ezt megnyered, akkor ajándékcsomagod van, ne is húzzuk az időt, Jani. 3-2 van fire. Akarsz kérdezni, biztos vagyok benne. Akarok, igen. Na, köszönjük szépen a játékot, akkor 4-0 ide. Jól van, minden reggel megállapítom, hogy milyen bénák a játékosok, aztán így... Ez így szokott lenni, Szandi, hogy mindenki óriás arc, nagy mellény. Mert... Neked is van dolgod, nagy nekünk is. Igen. Ne tartsuk fel egymást, gondoltad. Ne zavarjuk, de tényleg, hát most minek is. Én Szandi. Gondoltam, reggelizzetek meg nyugodtan. Köszönjük szépen. Drága vagy, ez viszonylag rövid volt ez a történet. Nagyon fontos volt a kérdésed?
Hogy érzed? Nem, abszolút nem. Nem volt annyira jó? Ja, igen. Nem. Gondoltam, menő leszek és kérdezem. Igen, jó. Mert hogy mondom, ha nagyon fontos, tehát életbevágó emberi életek, sorsok múlnak rajta, aranyos cuki kiskutyák fognak emiatt gazda nélkül maradni, ha nem teszed fel a kérdést, akkor mondom, tedd föl. Ha nincs benne ennyi, akkor engedjük el. Engedjük el. Oké. Okay. Puszi, Szandi. Szia. Szia. Sziasztok. Hello. Jó utat és jó munkát neked. Hát akkor ez egy 4 másodperces játék volt a 4. győzelmünk ezen a héten. Hát nem bírom ezeket a korai reggeli izgalmakat. Ugye? Teljesen bepörögtél, hogy hátha lesz valami, amivel most meg tudjuk majd, vagy el tudjuk veszíteni a játékot. Ez nem sikerült. Holnap majd újra lehet próbálkozni. Egy nagyon jó hírünk van az egészséges életmódot kedvelők számára. Egy olyan hír, amire egész nyáron vártatok, hogy amikor júniusban elbúcsúztunk ettől a fiútól, akkor e-mailek ezrei, SMS-ek százezrei érkeztek, hogy de miért? Mikor tér vissza ez a férfi? Van szerencsénk jelenteni, hogy csütörtök van. Így van, tehát lesz. 8 órától. Tóth Gábor. Elment a sövezet. Istenem. Az elment a fiú, az érett férfi pontosabb. Kíváncsi vagyok, mennyit változott a nyárom. Nagyon sokat pihent, táborokat vezetett, egészségtáborokat futott, és újabb lisztmag örleményeket töltött magába. Így egy, van. Bőlér táborokat rohant le a haverjaival. Megfúrták. Henteseket ejtett túlszú. Megfúrták az országos sült kolbász találkozót. A fágóizakat gyújtott fel. Úgyhogy ezért nem volt itt csütörtökünk, de most visszatér hozzánk Tóth Gábor. 8 órától akkor jön majd hozzánk, és akkor ha valakinek van már most kérdése, még emlékeztek tavaszról valamire, ami bennetek ragadt, azt most majd föl lehet. Így van, 7 óra után pedig nyugodtan írjátok meg nekünk azokat a kérdéseket, amik a jelenlegi zajló US Open-nel kapcsolatban felmerülnek bennetek. Nyilván nincsen ilyen, de Balázs szívesen válaszol majd rá. Hamarosan 7 óra, Ákos jön a friss hírekkel, és utána jövünk vissza már 3-asban. És most hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 7 óra múlt, pontosan 8 perce. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Hello! Sziasztok! Oh, hey, jó reggelt! Táncoljunk! Ez az! Van meg benned energia, meddig forgattál a versenyt? 10-re értem haza. Egészen emberi időben sikerült abszolválni a dolgot, úgyhogy ma újra nekifutunk. Ma is van. Ma is, persze. Holnap is? Persze. Mit csinálsz? Búrizunk egy kicsit. Jaj, de ez egy 70 évre előre fölvesztek mindent? Hát az elején még napi egy. Aha. Új műsor, aztán már majd napi 2, de most még napi egy. És akkor szerda egy, csütörtök egy, péntek egy. Gyönyörű. Ma is és holnap is. Ami nem lenne baj, hogy fölvennék egyet délután, csak egész napos próba, meg hát szóval nehéz még egy kicsit. Úgyhogy azért jöttem majd kicsit később, hogy tudjak egy órácskát pihenni. Csak az ember beáll erre az 5:40-re, és nem igazán. Tehát már forgolódsz, már kelsz, már ott vagy, már tudod, hogy mi megy, már jön a hírek. Tehát, hogy már nem úgy alszol, mint amikor hétvégén alszol. Mert már kicsit itt vagy. Hát én holnap kipróbálom esküszöm ezt. Jöjjünk mi hétre, holnap én tudok aludni. De tényleg, higgyetek el, hogy nem tudsz úgy aludni, mert 4:40-kor szól az óra. Aha. Eleve megszólalt, mert az mindig be van nekem állítva. Tök szuper. Tehát, hogy tök jó, innen indultunk. Ah, mondom, te hülye állat, hát egyszer aludhatnál fél hétig, és nem lövöd ki az órádat, te marha. Beindult szundi, 5:10-kor rájöttem, hogy talán nem kéne. De most 5:10-re már addigra olyan éber állapotba kerülsz, hogy utána már beállítottam egy ilyen 5:46, tudod, de addigra már csak forgolódsz, a feleséged morgolódik, hogy lőd már le azt a rohadt órát, végre egyszer aludhatnám, miért nem vagy már nyugton. Úgyhogy ilyen fél álomban, de jó volt azért. Na, hálás vagyok nektek ezért, ez egy órácska. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen. Tényleg. Jöhetek ezzel túl mindig hétre? Jöhetsz. Hogyne, és menj 9:00. Volt olyan reggeli rádiós műsor, még előttünk sokkal, még a Danubiusban, ahol az egyik műsorvezető mindig hétre jött. Tényleg, ki volt az? Jakub Cserna, ő mire fogta? Mert forgatott ő is. Reggel? Nem, este. Ja? És este mindig forgatott, hétre és akkor hétre jött. A betyárját. Uh-huh. Úgyhogy szerintem belefér. Most neked ilyen sűrű időszakban a 3 műsoros srác. Ja. Nem, most már megvagyok, most már egyenesbe vagyok. Most már jó, minden jó. Most már jó. Oké, most már jó vagyok. Tegnap 10 órakor már azt se tudtam, hol vagyok.
hazavezettem, de itt vagyok. Na, milyen a reggeletek? Minden oké? Nagyon minden jó, nagyon, az égvilágos semmi probléma. Nem történt, 4 óra igazítottuk ki. Kicsit korrigáltunk. Feri, hát illetve nem mondanám azt, hogy Feri, mert nem, Szandi volt. Sok mindent nem csinált a játékban. Szandi bedurrantott gyorsan egy igent már az elején, azt elköszöntünk egymástól, úgyhogy egész jók vagyunk. Jók vagyunk, akkor jó, jó, persze. Jól van, jól van. Hát szegény hallgatok, akkor rájuk jár a rúd. Aha, ja. Most de hát, most ne, a mi hangunkban is úgy, pontosan ugyanennyi sajnálat volt, mint a tiéd. Úgy is lesz majd, őszinte együtt érzel. Úgy is lesz majd valaki, aki bedobja ezt december 21-én, másodikán. Nem valaki lesz, te leszel, az már, már tudom, mert tavaly is. Már gondolkozom a címen. Tavaly is pontosan te voltál az, úgyhogy nyilván idén is majd be fogod dobni ezt a dolgot. Hajkuráztatok már hűtőszekrényből legyet? Mit keres azok? Gyűlölöm. Tegnap megyek haza este 10 órakor, hogy most betértelek én is a hűtő elé, és ide nekem bármit, ami van, és egy rohadt nagy lény rám néz szemben a hűtő, hogy kintom a hűtőn. Ült a parmezán tetején, nem ez volt a baj, hanem szerintem az arcomba rögött. Uh-huh. Tehát, hogy én azt éreztem, hogy ez a légy, ez így kiröhög nekem. A rámás dobozról, tudod? Mindent összetapogattam. Mindent összetapogattam, mindenre rák a kérdő, uh-huh, úgyse tudsz elkapni. És elindult egy ilyen megybefőtt... jöttem amúgy. Megybefőtt, vajas doboz, fél kiló túró, egy kicsi retek, hol vagy te rohadék, hova bújtál, mindent kipakolok, nem vagy meg. De úgy is megleszel. Becsukom a hűtőajtót, akkor hát, ha elkezd repülni. Hirtelen kinyitom, hogy repül, a szemét erre rájött, nem repült. Bruttó 23 percig üldöztem egy ilyen öklömnyi jegyet a hűtőszekrényben, mert egyszer rosszul vagyok tőle. Hogy ott mindenre ráköp, ráfekszik, ráhassal, napozik, beleeszik, belerák. Tehát ez a szörnyű. Napozni biztos nem napozik, mert ha becsukod az ajtót, nincs világítás. De azért ment behűsölni, vagy hibernálni, túlélni most ezt a következő hidegebb időszakot. Meg nem is repülhet bent. Hát elfagy, nem? Persze. Egy idő lassul. De ez még frissnek tűnt. Friss azért, mert még hűsölni ment be. És azt mondja, rohangyál meg, hagyjál már, alig tudtam bejönni. Az, hogy repült a hűtőben, és azt mondta, hogy vajon mit szeret a Balázs? Uh-huh. Biztos szereti a túrót! Vajon mit teszik még Balázs? Biztos ő eszi a retkezet! Hogy van? Hogy kerül oda be? Amikor kinyitotta a Viki hirtelen, azt mondta, hogy kaja, zsolom, berepült. Hogy kerül be? Hát a zárva van. Kaviár, tökéletes álca! Hogy a fenébe kerül be? Mert abban az egymásodban kinyitod, kiveszed, abban a pillanatban, tehát ő várakozik ott előtte, és azt mondja, hogy nyitásra felkészülni, látja Vikit, most nyílás, repülj, és be van. Ennyi. Mert éjszaka szokott kijárni Viki? Hova? A hűtőhöz. Nem, mi nem vagyunk ilyen titokban zabálok, mint ti. Mert ugye, mi nem titokban csináljuk, tudod? Ez a nagy különbség, hogy nálunk nincs titkolózás. Értem, a feléknél ezért nincsen a konyhában egyébként világítás, mert a hűtő mindig nyitva. És van, bármikor kimehetsz, és leszelhetsz magadnak valami értékes falatot. Mert arra gondoltam, hogy a légy az a világosra megy. Például a sötét szobában, és a világosra. Ez jó lehet, igen, hogy sötét van, kinyitod, világos, wang, berepül. És akkor berepül. Ő vajon tudja, hogy most csapdában van, vagy csak azt mondja, hogy hú, de hideg van, hol vagyok. Viszont tehát jó, mert érzékeli, van kaja. Hogy ő bajban van, vagy azt gondolja, hogy van kaja, csak itt kicsit hűvösebb van. Vagy tudja, hogy rácsukták a hűtőt, és mert ugye én kinyitottam, de ő nem nézte a kijáratot, hogy irány a kijárat, hanem ott a pofámba röhögött, és vidáman átszálltam egybefőtre. És amikor elindulsz, tudod, és így forgatod, keresed, anyósom is ott volt tegnap, és hülyének nézed, mama fogja meg, ezt is tett, én ide. Én pakoltam. Ezt is vigyel, nyugodtan. Hogy fogy a szegénysége. Maga főste, Jézus, nem volt rajta ez a lopán. és üldöztem azt a rohadmányos legyet, és ez egy harc volt, és nem értettem, hogy kerül be. A körülményekről elterelő a figyelmet az, hogy van egy csomó kaja. Tehát úgy van. De lezabál, biztos belezabál. Anyád, de friss a levegő, de mennyi kaja van? Én arra gondolok, hogy mire szállt rá, honnan jött, hát, tudod, bizonyám. Vannak ezek a kakira rágyszálló, de nem ez a zöld színű volt, mert azok szállnak a kakira, ezek a zöld színű legyek. Ez a nagy, nagy darab, ilyen brutális 3 centis, tudod, ez amilyen. Tehát ilyen bögölyszerű légy volt. Óriási. Az dögre száll. Hát, az dögre száll. Az ott volt. Igen. Hát vagy egy természetben tényleg is éppen feltérképezett egy szaros malát hátulról. Vízszintes vulkán, ilyen se voltam már, és mindjárt kitör. Az a baj, hogy dögunalmas, egy légy szempontjából a Feri hűtőjébe kell beszállni. Tehát nálunk dögunalmas dolgok vannak. Tehát van egy kicsi zöldség, volt spenót a gyereknek, fékező túró, egy megybefő, de nem volt megpucolva, mint a 3-4 kiló párma is sokkal. Ugye a légy azért az ragadozó húserő. Tehát, hogy szerintem nálunk berepült, és azt mondta, hogy Jézus Isten. Kik ezek a forgalom táposok? Szerintem. Tehát ott az volt, hogy jaj, itt az ogre! Megnyílik. Nem hidd el a sonkámat! Nem hidd el! Folyamatos menekülés van. Megvan a megoldás egyébként, mert azt kell csinálni, hogy kinyitod a hűtőajtót, és csavart ki a világítást benne. Ki lehet? Hogy lehet, persze.
hogy lehet cserélni is, hogy legyen sötét. Ja, és kint kapcsolják fel valamit. Így, és akkor kijön a világosra. Plusz pakolt ki a hűtőt. De hát, mert annyira melege volt, hogy azt mondta, hogy unom a meleget, a rohadt életben nem, és bestartolt a hűtőbe. Nem? És hát föltette a kezét, megfogta a tarkóját, ráült a megybefődre, keresztbe tette a lábát, és azt mondta, apám, tudok én így. És azt mondta, jó, megjöttem. Nagy idegben, ezek a sebességek annyira jó arcok. És ült hanyat, keresztbe tett lábon, rágyújtott egy cigire, egy légyszivarra, és ült a rámás dobozomon, érted? És jól érezte magát, hűsölt egy kicsit. A kis ujjacskájával így belekanalazott a tudóba. Egyébként minden mesefigurák belekanalazott a kis mézbe, tudod, megnyalta, és azt mondta, hogy holnap ide jó a barátaivat is. Hát milyen jó. De aztán megtaláltam, kiszedtem, nem öltem meg. Nem öltem meg. Most hanem... hol lakik nálatok? Hát nem tudom, mert én ki akartam vinni, mert azt a alkalmazást választottam, hogy az egész barack befőttet kivettem. Mert csináltam néhány nap alatt ez egy gyümölcsit, és volt még egy kis barack. És kivettem, és annyira le volt már szegény lassulva, hogy a végén rájöttem, hogy azért nem repül, mert már azért félig fagyott volt, ráadtam, hogy rájött a barackbefőtre, kivettem az üveget. És mondom, majd most kiviszlek. De ott újra elindult. Aha. Tehát most valószínűleg... a meleget, és persze. Igen, ma ez újra indul. Hát túl lette magát az a szöveg, az lehetett. Azért volt belassulva. Annyira kíváncsi lennék tényleg, hogy mi jár ilyenkor az agyukban. Tehát, hogy nekem ez egy 3-4 órás morfondírozásom volt megint tegnap este. Hogy amikor rácsukod az ajtót, realizálja, hogy bajban van. Tudja, hogy tudja. Vagy csak érzi, hogy hűl az idő, basszus. Én megmondom neked, mire gondolt, hogy összeszarom magam. Hogy, mert... Igen, hogy mennyivel jobb itt, mint azon a kulakupacon a vasútállomás mögött, amiről jöttem. Jaj, kérlek, ne mondd ezt. Ma az egész hűtőt ki kell takarítanom. De nem realizálja? Nem, amikor vetted ki, nagy a baj, rám zárták az ajtót, semmit. Nem is, amikor vetted ki, akkor sem mondtad, hogy úristen, kitelepítés. Nem. Úristen, igen, vigyázz, kitelepítenek minket. Aha, szóval csak úgy van. Szerintem a légy az csak úgy van. Aha, ne képzelj bele. De a természet ennél tökéletesebb kell, hogy legyen. Tehát a természetben mindennek értelme, funkciója, feladata van. Semmi nincs értelmetlenül, nem? Igen, csak ezzel nem tudatosul, mert hogy a természet tudja, hogy mit kell tennie, idézőjelben. És ezek a legyek, ezek hogy szaporodnak? Petékkel. Így. De kinyomja? Hogy? Kinyomja, én nem láttam még jegyet se úgy, hogy másik légy hátán, se úgy, hogy most hagyjál Balázs, mert szaporodok. Hogy túl most civilizált már nem volt ilyen. Tehát túl civilizált már a világ, és emiatt kénytelenek mondjuk így a hagyományosan eltérő módon, nem úgy, ahogy a természet eleve elrendeltetett, vagy ahogy a természet tervezte őket, ezért mostanában kénytelenek például például a ti körözetetekre tolni. Szerintem az most tele van egyébként. Az most tele van. Tehát ha látok egy legyet kigúvadó szemmel, és kicsit hátranézem, és a kacsint is azt, hogy most hagyjál, az azt jelenti, hogy most rakja a petét. Igen, hát vagy kakil, ez a kettő. Nézd, Balázs, a szület is csodája! Téged mindig legyünk. Lehet, hogy a hűtőszekrényem tele van most légypetével? Szerintem ez lehet. Nem, mert ez most megtörténhet? Mert a tejben is. Tehát ki kell tisztelni. Te vagy telepetékkel. És ez belém rakott petéket, Jézus Isten. És tudod, egy ilyen mélyről előjövő spontán kövögésnél Balázsnak a szájba, hogy kirajzol. Csináld azt, hogy hazamész, kihúzod a hűtőt, hogy ne hűtsön. Igen, de az udvarra. Vagy úgy, és egy hétig nem nyitott ki. Egy hét alatt kikelnek a peték. Egy hét alatt kikel. Ha kinyitod és tele lesz léggyel, akkor volt benne beteg. De látjátok, hogy milyen hülyék vagyunk petéből? Tehát, hogy nem tudjuk. És petéből is hülyék vagyunk. Jó, de azok kedvére, akik mondjuk idegen ajkon, mondjuk Pete-nek. Hülyék vagyunk Pete-ből, mert lehet, hogy egy hét múlva, én most kivettem ezt, hogy kimentem, egy hét múlva ki, és én és rajzásszerűen kirepül majd 50 darab légy a hűtőszekrényben. De tényleg úgy, le kell húzni a fejedet, tudod, és a fejed fölött, mint a rajzfilmeknek a darázsra, hogy megtámadja a gyalogkakukot, vagy a mit tudom én, a kojotot, hogy a fejed fölött ilyen mutáns állatok. Viszont a hallgató nagyon jó ötletet írt. Pókot kell telepíteni a hűtőben, mert az elkapja a léget. Tehát kérjek meg egy pókot, tudod, hogy szőjön egy hálót a vajam fölé a hűtőbe, abba belerepül a légy. Így van. És utána fogjak egy nyestet, tegyem bele, hogy egye meg a pókot, meg a legyet. Igen. Így van. Igen, ott szerezzek egy vörös rókát utána, hogy kapja el a nyestet. Igen. És úgy gogolettel, és úgy nézze ki, mint egy ilyen botanikus kertnek a rovarháza. Tudod, hogy az egyik sarokban legyek, a másik sarokban egy vörös özvegy, vagy fekete özvegy, ott gubbasztal, érted, és várná, hogy a
a legyek átmenjenek. Másik sorokban akkor meg valami olyasminek kellene, ugye, ami a póknak, a természetes ellensége, a másik oldalon meg a negyedik sorokban pedig egy olyannak, ami a pók ellenségének a természetes ellensége. Igen, és a végén kiveszed a medvét a hűtőből. Azt írja valaki, hogy van erről egy tudományos mű, a légy jó, mint a láb. Köszönjük. Köszönjük szépen. Na, de mit teszel? Mit ropogtatsz? Ez a te kezedben életidegen? Vagy mutatom. Az a kis bödön, ami ott van előtted, az micsoda? Mi van? Teli hold van, és vörös a szemed? Répa. 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 Nem, azért megismertem, tehát ez nem úgy. A kérdés inkább úgy szólt, hogy miért ropogtatsz te répát? Hogy mit csinálsz? Egészséges. Ja, megint mi van? Uh-huh. Egészséges a répa, jó? Jön a Tóth Gábor. De már műsorom vagy, most már nem kell fogynod. Most mi van? Nem fogytam előtte se. Mert 5 éve nem voltam műsoron, tavaly fogytam le. Mindig fogytam. Kell a pótlás. Következő a helyzet, meghoztam életem legnagyobb. Állítom, hiányod van? Nekem. Nem? Miből lenne? Meghoztam életem legnagyobb elhatározását. Nem maszturbálsz minden reggel. Aha. Nem, minden este. Vagy nem. A szponzorod lett a TS. A szponzor hülye. A Magyar Répa Szövetség, igen, megtámogatott, és Uborka Szövetség. Gyerekek, adjál már, jól néz ki. Nem adok. Mert emlékezzél rá, amikor etted azt a rohadék chipset, vagy mit? Zöldség chipset. Zöldség, egy darabot nem hagytál belőle. Tehetek én, hogy pont akkor kértél, amikor elfogyott? Ha valakinek odaadom a répámat, az a Jani egyedül. Érted? Én nem irigylem a répádat, Janikor. Csak nem sorba tegyétek meg, mert azért megbüntet az NMA. Tehát adjátok oda egymás répáját, majd valamikor. Ahogy a kezébe adom, én csak az ő kezébe adom az uborkámat. Ez van? Mondom, mi van? Na. Szakítok a dohányzással. Ez csak egy ilyen kacajjal tudom konstatálni. Hagyjál már hülyeséget, de mivel ne rúgjál már belém. Nem akarok egy olyan világban élni, ahol te fogyókúrázol, szakítasz a dohányzással, és futni kezdesz. Ez már tényleg nem az a világ. Sose fogyókúráztam, a futást azt adom. Elég volt, gyerekek. Mivel? A dohányzásból elég volt. Jézusom. Most leteszem. Nem nyújtok rá, és marad a zöldség és a répa. De most a megszólalás végéig, vagy meddig? Félig? De most te tényleg így vagy velem? Tudod te, mit jelent ez? Micsoda szenvedés volt, micsoda kín megszülni az elhatározást egyáltalán, hogy nem fog dohányozni. Répákat hozok ide a stúdióba, és te meg elkezdesz rugdosni. Na, hát nem megyetek már. Most álmodom-e, vagy ez az egész tényleg csak az megint a fejemben létezik, és még fekszem az ágyon, ahol hangokat hallok, hogy ez egy valódi műsor. Amit éveken keresztül építettél magadról. 25 éve építem a dohányzást sajnálatos módon. Senki ne tegye, és elég volt. Na most adj be egy zenét, hallgatókat fogunk elveszni. A dohányosok nem fognak még hallgatni. Állj meg egy pillanatra. Nagyon örülök, hogy ez szerintetek vicces, ez rohadtul nem vicces. Azért egy picit az. Nem, ez egyáltalán nem vicces, leszokni a dohányzásról marhára nem vicces. A biomódszerrel kezdek most, tehát ez az első állomás, azért hoztam ezeket a répát, uborkát, akármicsodát, hogy rákcsáljak valamit. De aranyos vagy. Most komolyan úgy megcsikiznélek. Hát ez mi? Te tényleg azt hiszed, hogy répától fogsz leszokni, hogy te, akit egyébként én nem tudlak leszoktatni 10 éve, mióta együtt dolgozunk, mert mindig mondom, hogy ne szívjad, hagyd abban, majd most vették két zelet meg egy répát, és ez majd téged leszoktat a dohányzásról. Ez a különbség, látod, hogy eddig te akartad, csesztetted, és Dafke nem, tehát csak azért se csinálom. Ez most a saját elhatározásom, és azért kell a répa, hogy lefoglaljam a kezemet, mert ezt tudod úgy fogni, mint a azért plusz, hogy a száddal valamit csináljál. De, érted? De mi hallod? Van veled? De akkor tényleg még egy cserkész kolbászt tartasz a kezed, de hogy valami. Tehát, hogy az még jobban passzol. De egyébként fokhagymás lenne. Ja, nem bírnám megmaradni. Egyébként már 200 gyulait aztán. Akaszd a nyakadba, és amikor jó, akkor harapjál be. De most várjál, de miért jutott el erre? Most mi ez az elhatározás? Mert én tavaly is kivoltam, amikor futni kezdtél, mert nem akarok így a rákocival. De most komolyan, tényleg. Együtt dolgozni, aki fut, annyira életidegen tőled, de most, hogy már dohányozni se fogsz, mi van? A kapuzárásod van? Vagy mi ez, hogy most nem akarsz dohányozni? Futást abba hagytam. Jó, de ezt meg gondoltam, hogy ez nem fog sokáig tartani. Még próbálkoztunk egymással, de már nem volt meg ugyanaz az érzés, mint tavaly nagyon jó volt, télen az ember nem fut, mert megfázik. Persze, ebben abszolút nyáron meg arra meleg fussod, van. Akinek öt anyja van, tök igazad van. Van autónk, tudjuk használni, de most az történt, hogy gyerekek, 45 vagyok, idősödő férfi ember, tudom, középkorú, gyermekeim vannak, és? Én felelősséggel tekintek a jövőmbe. Jézus Isten, miért? Ez hülye. Menj el meg hányni. Ez egy hülye. Mi van? Hagyd ide álljunk. Jézus Isten, ha nem akarok egy ilyen világban élni. Meg fog sízni. Rosszul vagyok. Azért eszem répát, érted? Te lehízzál meg. Na most akkor fogyok, vagy hízom. Hát nem, ha abba hagyod a dohányzást, akkor még dagadtabb leszel.
A saját, de most komolyan mondanám, mondom, hogy nem a mama, a saját de úr, nem, én nem akarom, hogy nagyon meleg legyenek, már így is többen stírolnak, mint a Bredák Szandék. Azért a durva, hogy igen. Azért tartom így a monitort magamért. Nagyon viccesek vagytok, gyerekek, csak azt szeretném mondani, hogy ha valaha volt bármilyen függőségetek, de hát ti szent emberek vagytok, nyilván ti nem esztek zsírosat, ti nem isztok alkot, nem dohányoztok, ti tüncik vagytok. De én tegnap este is ittam alkoholt. A forgatáson ki voltak rakni a boros porra. A forgatás végre az összeset megittem. Tehát te tényleg, alkoholt iszom. Na, és igen? Még csúnyán köhögök is. Igen? Tehát... Még egyszer fussni a anyádnak. Megitt az összes kellékbort. Jó lesz az úr. Én mindenki poharát megittem. Tehát alkoholizálok. De most egyszer csak így felébredt, és azt mondta, hogy leszoksz te, aki eddig éveken keresztül azt mondtad, hogy ez senki, menjek én az anyámba, hagyjalak én téged. Lehet, hogy nem jól közelítetted meg, érted? Kevés örömöd van, az egyik a cigaretta, jó, ezt nem mondtam, de hogy most meg fölkelsz, és azt, hogy leszoksz. De Béka cigizik? Nem. Mióta az meg... ő áll a dolog mögött, hogy azt mondta, hogy legalább fönt legyen jó ízed? Tényleg? Nem akarok egy olyan világban élni, ahol te már a dohányzásról is leszoksz. Komolyan, figyeltek. Mi jön még? Alkoholmentes sört fogsz írni? Hetek óta tipródom ezen. Nagyon szépen kérlek benneteket, hogy ne cseszegessetek, mert pontosan ezek azok a dolgok, amikkel ezt a sárba lehet tiporni, ezt az elhatározást. Hetek óta tipródom, mert való igaz, én mindig elmondtam, hogy én imádom a dohányzást, még egyszer mondjuk, nagyon rossz dolog. Az rossz. Így van, senki ne dohányozom. De hogy én ebben nagyon jól éreztem magam, hetek óta győzködöm magam, hogy ezt a rohadt répás hogy én nem láttam még tényleg a Ferin nem láttam még így ebben a formában, mert nálam minden ugye leves kész. Tehát ez nem arról szól, hogy ezt magának csinálj, mert igen. Amit ő meglát így zöldség, az biztos belevágja valami marhós. Nem Zsüli erre van vágva, ja. Egy kicsit ezért van. Tényleg nem akarok egy olyan világban élni, ahol te minden reggel majd is zellert teszel. Tehát nekem ez életideje. Vagy adjak neked is, ugye? Nekem megvannak a szerepek ebben a műsorban, és nem akarom, hogy ezek a szerepek felboruljanak. Én nem akarom azt a Ferit elveszíteni, aki rosszul lett a zöldségtől, és egy bödönnel a kezébe zellert, fehérrépát, sárgarépát, majszol. De most mi a következő, hogy vicces leszel? Nem, azt sosem tudod, hogy az nem az én asztalom, azt te vagy. Hova mennék én arra az irányba? Mi lesz az nekem nem áll jól. Mi lesz még itt? Az nekem nem áll jól. Balázs meg szerény. Nem akarok egy olyan világban élni, ahol én szerény vagyok. Nem. És most abban bízol, hogy a répától majd nem gyújtasz rá. Nem a répától nem gyújtasz rá, hanem ez egy pótcselekvés, egy eszköz, ami sikerül elterelni, vagy amivel sikerül elterelni a figyelmet arról, hogy nem gyújtasz de rá. De volt már olyan, hogy reflexből megpörzsölted a végét, az egyik vitamin. Volt, hogy beütél a kocsiba, és bedugtad a répát a szivargyújtóba, volt ilyen? Nem volt, mert ma reggel kezdtem nem el. Nem érted, hogy miért nem füstöl, volt ilyen? Nem volt. Anyádat már. Nem jön belőle semmi. Hanyul legyen meg. Érted? Ez van, ez most egy próba, és a pont az, nem ezt kéne csinálnatok, amit csináltok, mert nyilván nagyon aranyos viccesek vagytok, hanem segíteni. Érted? Ilyenkor mellé kell állni az embernek. Oda kell állni, és azt mondani, hogy igen, jó vagy, meg tudod csinálni. És majd meglátod, majd a hallgatók mellém állnak, hogy ők is így szoktak le, jönnek az SMS-ek, hogy mivel szokta, hogy például répával. Zellerre. És majd meglátod, hogy hányan csatlakoznak, hogy azt mondják, hogy ők is most ketté törik az utolsó cigit, nem gyújtanak rá, és tovább csinálják. Aha. Majd meglátod, hogy ez lesz. Ez lesz. Példakép leszek, érted? Azt sose leszel. Miért? De... Amikor fut tavaly, amikor... De a henteseknél. Amikor tavaly... És a Böllé Fesztivál. Csak az nagyon szép cél, de az már megvan. Csak mondom, hogy tavaly, igen. Amikor elkezdtem futni, ezrek jöttek velem. Ezrek futottak, és ők azóta is futnak is. Hol vagy, Feri? Még a múlt héten is. Még a múlt héten is kaptam olyan üzit esküszöm, aki azt mondta, hogy tavaly kezdte ezzel az applikációval, amit én is csináltam, és ők azóta is futnak. Csak te közben Forrest voltál, megálltál, és azt mondtad, hazamegyek. Te hazamegyek vagy kocsmába. Ők még mindig futnak. Ez jó egyébként. De figyelj, lerombolsz mindent, amit eddig építettél, amit te voltál. De most újraépítjük. Újraépítjük. Lassan, hogy elveszítesz mindent, és valószínűleg pont azok az emberek fognak tőled elfordulni, akik azért szeretek, amilyen voltál korábban. De milliók fordulnak felém. De mi lesz, érted? Ki fognak rúgni a fagyúrendből? És ez a következő, hogy vega lesz. Tavaly lettél a nagymester. Leállsz a húsról is, leállsz a cigiről. Nem, de hát ez káros.
Mi? Már a dohányzás. Az nagyon káros, na, ebben igazad. Már érzem például, úgy van ez a megfázás, ami miatt köhétselek, nem jövök ki. Orvos azt mondta, hogy egy hét alatt túl lehet rajta lenni. Rákóczi úr, aki dohányzik, az viselje azt, hogy ez 3 hétig. A Sziget óta, ami mondjuk így nekem van. Egy nap vagy két ami, nap volt. Na azért festői, költői túlzás, akkor neked 1 hét alatt ment el, én most már 3. hetet. Érted? Ó, Doki bácsi, megmondta, voltam nála, azt mondta, hogy Rákóczi úr, ennyi. Jó, és akkor dohányozni. Mi a dátum? Na, akkor nézzük meg, mi milyen a dátum? Dátum? Már leszoktam. Miről? Nyilván. Ha, tehát, hogy honnantól lehet azt mondani, hogy egy ember leszokott, az mi? Egy hónap. 10 perce mióta jöttem, és azóta tart a megszállás, nem gyújtottál rá, azért ez még barokkos túlzás. Szerintem jó. Nem, az én esetemben nem. Lassan 25 perce megy a megszállás, valóban nem gyújtottál rá, barokkos most túlzás. Most túl vagy egy nagyon komoly mérföldkövön, mi is úgy érezzük. De egyébként komolyra véve. Ez egyéni csúcs. Ez nekem igen. Azt mondják, hogy sose szoksz le. Tehát aki rendesen dohányzott, úgy, mint én, az fölfüggeszti a dohányzást. Azt szokták mondani saját magukról, mert nincs olyan, hogy leszoksz. Tehát de figyelj, egyébként azt tudod, hogy csekkolnunk kell folyamatosan, mert marha könnyen át tudják amúgy rázni az embert, mert ugye itt a nikotinról van szó, tehát hogyha nem jut a megfelelő nikotin mennyiség a szervezetébe, akkor majd elkezd ideges lenni, majd elkezd majd itt topzódni, majd elkezd itt ingerült lenni, majd elkezd majd arcoskodni, ja, és megüt engem, illetve téged. Az jó, de a Balázs nem nagyon fog röhögni. De tudod, mi fog csinálni, akkor nem cigizni fog, hanem mit tudom, hogy lesznek rajta mindenféle tapaszok, amikből nikotin szív fel. Azokban nem hiszek. Érted? A répában hiszek. A répa az új istenem. Aha. Érted? Érted? Feldug magának egy 10 dekás kúpot. Nem úgy? Szívódik fel bele egész nap, érted? Észre se vesszük. Na jó, aha. Hát ezt meg kell emésztenem. Még mi? Ezt nem tudom hova tenni. Jó, de nagyon szeretném, ha a minden reggel pucéra vetkőzgoltak, bokafogás. Átnézzük a testedet. Jó. Tartunk egy pici szünetet, hogy a Feri elszívhasson egy 100 cigit. Jó? Egy szállat, túl sokat dumál. Ez egy fél doboz lett. Csak ezt fogjuk hallani, jó? Gyújtsál rá előbb, még ezt még az átgondoljuk. Nem így megyünk neki. Úgy tartunk. Megyünk neki, hogy erős vagy, Feri. Hmm. Meg tudod csinálni. Hát mondanám, de miért hazudjak? Hát, jó, kösz. Írjatok tippeket. Jó, akkor indítsuk el ezt az egészet, hogy kinek hogy sikerült. Nézzük meg, hogy milyen úton vezetjük majd végig Ferit. Én vállalom, én kitűzök egy időintervallumot, én végigvezetlek, ha te benne vagy. Adok tippeket, ha az egyik héten addig nem jött be, mondok egy másikat, mondok egy időintervallumot, én leszoktatlak. Aha, de mindegyiknél csináld azt, most nagyon megrúgdostunk, igen. És innentől kezdve fölépítünk. Nagyon. Tehát a következő fogunk. Megszólalás már arról szól, hogy egy támogató énünket látod majd, ahol elkezdem neked felállítani picit a stratégiát. Én csak annyit kérek a hallgatóktól, hogy hagyjuk ezeket az elméleti síkokat, meg a szentimentális rábeszélős dumákat, meg a lélekre ható dolgot, racionális tippeket adjatok, hogy például, mit tudom én, vágjuk le az összes ujjat a kezéről, hogy ne tudja megfogni a cigi. Vagy valami. Az igazi dohányos azt is megoldja, a lábbal dohányzó. Szövetségének leszek az elnöke. Igen. Lábbal rágyújtott. Igen, tehát olvasd el ezt a könyvet, menj el Bior, ez... Nem. Tehát építsünk föl szisztematikusan egy 8-7-es, 10-7-es időintervallumot, amin végigvezetjük a Ferit, és annak a végére megnézzük, hogy valóban le tud-e szokni. Ha egy módszer nem működik, akkor utána nyilván megint rá fog gyújtani. Ha egy módszer bevált, akkor lehet, hogy nem gyújt rá. Én végigvezetlek az úton, csak ki kellett, hogy nevessem magam ezen az elhatározáson. De csak egy mondatot még, hogy mi? Tehát anyagi, fizikai betegség, tehát mi? Mert azért csomó pénz is. Tehát miért jutott el ilyen elhatározáson? Alapszinten egy közepes dohányos napi egy doboz cigivel az 30 000 forint egy hónapban. Az egy évben megszorultatok, adja kölcsön, hogy baj van? Hát vagy az mi nem van? Lenne baj, azt megköszönném, bár ugye azt mondtad, hogy senkinek nem adsz most már kölcsön. Hát de mi azért így egymásnak nagyon szívesen. Jó, akkor kérnék, és akkor viszont hagyjuk a francba az egészet, mert van egy kilót bal év végéig. Bennem kell egy karton cigit. Jó, de nem fogunk látni a holnap, hogy mit tudom, egy képes heti magazinban egy egész oldalas hirdetésben, hogy Rákóczi Feri a cigi nix reklámozza, vagy csak, ugye, most van meg. Nincs mögötte semmi. Jó, tehát, hogyha a honlap kijön, azt tudjuk, hogy az már egy héttel korábbi labzálta. Tehát várjunk legalább egy hetet. Vagy a kettő, vagy kettő. Nem leszel ott a Bestben, ugye? Várunk vele, srácok, 2 hét múlva adjátok csak le. Én nem duányzom, ne gyújtson rá ön sem. Jó, írjátok meg, drága hallgatók, nektek hogy sikerült? Indítsuk akkor ezt a dolgot, kitűzzünk egy időt, hogy mikortól meddig, jó? Várjuk a tippeket, radikálisabb, durvább tippeket is, és kevésbé durvább. Vagy olyan, amíg haknink csúnyán összerúgtad a portat a bárnival, és bojkottálod a bolcsit. Igen. Írjátok meg, hogy kinek hogy sikerült. Nézzük meg, miből élünk. Jó, a palcsónak van a bolcsit, hülye. Azért tabak, tabán értelek, de...
Ugye a Balcsónak sincs több, egy 20-30 dohány volt nálam, amit megszerzett. Azért mondtam, hogy biztos átpasztolt már Tabbáninak 3-4. Na várjuk a tippeket, kinek hogy sikerült. Jó fél, 8 múlt pontosan 5 perccel, jövünk a hírek után. 3:48 lesz pontosan mikor? Én a dohányzásmentes élet! Ez a teszádból azért még nagyon... Még több répát! Azért ez a teszádból nagyon, nagyon furcsa hangzik. János azért dobjon be gyorsan egy százast, bizony. Jó? De pillanatokon belül dobjon be egy százast. Mert hogy nincs itt a megszólalásom. Legyen az, hogy a rágyújtok, nekem is egy százas kebbe dob. Jó, figyelj, én ebben abszolút benne vagyok, sőt azért vagyok benne, és azért kicsit igazságtalan a hallgatói bántás a mi irányunkba, Janival, mert hogy most persze minden dohányos vagy már, aki leszokott a dohányzásra, az úgy minket vagyok, bánt. Jó, majd dobok be, csak jött egy portára egy karton ciginix, és Feri nevére, és hát kellett venni. Azért vagyok igazságtalan, hogy milyen oldékok vagyunk, milyen szemetek vagyunk, persze valójában tényleg azok vagyunk. Tehát, hogy egymást mi azért nagyon sokat cinkeljük, direkt nyilván. Itt mindenki oszt mindenkit, de kicsit ez a műsor ettől jó. Viszont jó, de ez most éveken keresztül dolog. Dolgoztam azon, hogy leszokjál, és mindig az volt, hogy hagyd abba, idegesítő vagy, ne bántsd a dohányosokat, hagyd dohányozzon, miért kell itt szemétkedni, most meg évek után nem hiszem el, akkor most az a baj, hogy azon nevetek, hogy nem hitet, semmi nem jó, a dohányosok nektek van egy ilyen nem idegesítő egy ilyen volt, hát rohadt egy összefogás. Idegesítő. Igen. Érted? Éveken keresztül csesztetelek, hogy hagyatkozz rám és segítek. Most évekig ez nem megy, majd föl kell szúzni, hogy répát teszel, és mi meg most már azért nyilván évek után röhögünk. Ez mint amikor az ember farkast kiáll, tudod, hogy... De ne röhögjél, mert ez most komoly. 8 éve próbálok téged leszoktatni a dohányzásról. És elképesztő adatokat mondasz egyébként, hogy mennyit szívsz. Tehát azért az megdöbbentő, amiket itt mesélsz. Én napi egy doboz cigi az az alap, az de ha buli durva. Van, akkor, tehát ha este így elkezdesz fröccsözni, és hát egyébként ez megint egy külön kérdés, hogy akkor arról is valószínűleg le kell most mondanom. Mert nyilván, ha elkezdek majd megiszunk haverokkal egy fröccsöt, akkor automatikusan rágyújtasz. Van az a dohányos, aki dohányzik buliban, és egyébként soha. Az például én vagyok. Az nem dohányos. Az nem dohányos. Az egy amatőr, az egy kis hencegő lúzer, hogy ő dohányzik. Az egy semmi. Én néha rágyújtok. Nem követendő, senki ne gyújtson rá, de ha például elmegyünk bulizni, jól esik. De hogy én napközben, vagy reggel, vagy este kiálljak az erkélyről, hogy kimenjek ide a rádió veletek és cigizek, ez nekem eszembe nem jut. Ja. Ott az embernek jól esik, mint egy mentolos, egy sima. De csak azért, mert jó az íze, tök jó. Nyilván nem jó, meg egészségtelen, tehát nem ezért mondom. Hát meg így ismerkedsz. Oda ülsz, hogy a pult az egy meggyújtatlan cigivel, és akkor oda megy valaki, és akkor azért, hogy... Meggyújtatom a cigidet, Balázs. Persze, nyugodtan. Erre vártam. Egyedül vagy. Egyedül vagy, kicsi. Hajtodokozza be. Igen, na most az igazi dohányos. Kenyhás Ferenc. Begyújtsam a reaktorodat, Balázs. Persze. Szóval, hogy megdöbbentőek ezek az adatok, amiket mondasz. Na, kiállsz, igen. Például télen elszívsz 2 szálat egymás után reggel, amikor szárom reggel úgy kellek, föl kávé, megfőzöm, kimegyek, és nekem rá kell gyújtani. Persze, bal kezedre az órát nyomod, a jobb kezedre nyomsz a dobozhoz. Igen. Bármilyen hihetetlen. Fordítva még nem volt? Nem. Hát de kemény. Neked ez vicces, ez az egész sztori. Figyelj, Feri, bennem nem kell csalódnod. Én korábban se hittem, nem is támogattalak, most sem. Mi lesz a budi? Nektek dohányosoknak állítom, már csak úgy indul meg a budi, ha már megvan a reflexből, hogy gyújtok, szívok. Nem. Én ezt tapasztaltam. Nem azt mondom. Ebből a szempontból egy más. Jól vagyok. Apámikat is láttam, amikor dohányoztak, hogy reggel kávé, cigi, szarás. Bocsánat. Kedves apukája, volt a buli rajta. Nektek volt ajtó a buti? Hát ugye a dohányosok, hogy fölkelek, lefőzöm a kávét, rágyújtok a cigire, megyek a budira. Aha. És ez a szenzés, ha ez sérül. És olyan nem volt, hogy mentél a konyhába, és mi ez a szag? Bocs, kisfiam, összekevertem a sorrend. De a budin főzte a kávét, és a nagy szobába gittem. De hogy ez egy szeánsz nektek, hát mondjuk meg őszintén, a reggeletek, nekem a dohányosoknak így indul, nincs összefüggés. Nincs odáig, hogy kávé cigi. Valakinek indul el, ugye? Nem. Nekem nem indul el, attól nekem egyébként is tudja, hogy na, mikor akkor kell jönni. Jó, tehát nem lesz az, hogy leszoksz, és egy hét múlva jössz. Jó, gyerekek, nagyon nagy a baj. Valaki tegyen be egy dinamitot. A feszítővasat 3-at. Na jó. Ajánlok neked valamit. Ja, Istenem. Ajánlok de neked nem, most valamit. Én meg tudom csinálni egyedül. Dehogy tudod. Hát évekig nem tudtad. Hát legalább ismerd a saját képességedet, hogy dehogy tudod. Eddig, hát eddig tudod. Nem akartam. Ez nem is csináltam. Ez is igaz. Csak az a baj, hogy ahogy te segítesz, az jobb, hogyha nem segítesz. Nem, most kellett egy idő, amíg kinevettük magunkat. De ajánlok akkor neked valamit. Most már kinevettük magunkat. Most téged fogok. Most pedig téged nevetünk. Tehát akkor menj végig azon az úton, amit én fölépítek neked.
Aha. Kitűzünk egy dátumot. Megmondom neked, hogy honnantól kezdve ne. És utána elküldelek bizonyos helyekre. Tehát addig azért így rágyújthat. Persze, az azt mondja, hogy október 1-e, akkor október 1-ig egy hülyére dohányozhatod magad. Aha. Lesz egy nap, amit kitűzünk, és azt mondjuk, hogy mostantól kezdve nincs. De közben én elkezdelek bizonyos helyekre elküldeni, mert vannak módszereim. Neked? Persze. Hogy ehhez is érted? Hát miért baj, hogy csomó embert leszoktattam már a dohányzásról? Családdal, a szüleimet, a barátaim, például, senki nem. Tehát egy csomó embert szoktattam már, mert ismerek bizonyos alternatív módszereket. Most persze el lehet indulni a hagyományos, hogy tapaszt raksz föl, nem dohányzol, egyszer lerakod, nem? De vannak olyan dolgok, amik segítenek. Könyvek, irodalom, egynapos tanfolyam, talpreflexológia, biorez, egy csomó minden van. Menj végig ezen az úton, és én egy adott időintervallumon belül leszoktatlak a dohányzás. Na. Persze, ezt te is kell lesz. Tehát te magadat fogod leszoktatni, én csak segítek neked. Micsoda az elhatározás ajánlat, benned látod? Kell, hogy legyen miattam, vagy a módszer miatt te úgyse fogsz tudni. Hát szerinted miatt, ez mi? Saját magad miatt. Ez a vödörrépa, hanem az elhatározás maga. Feri, aki reggel 2 szálat szív mínusz 10-ben, annak kevés az eller. Hát igen. A répa kevés. Kevés az eller. Párszer, hogy ubival nem fogod ezt. Kevés az eller. Vinni ezt a dolgot, így van. Ebben vegyszer van. Ti a rabjai vagytok, elvonási tüneteid lesznek, a fejed fog fájni, ingerült leszel, tehát több minta. Ez többről szól. Többről szól. Hidd el. De megcsinálhatom, mert sokan megcsináltak. Te vagy az út maga. Én megyek előtted egy lámpával, mint egy kis Szent János bogár, repülök előtted. A döngicsél előtted. Döngicsélek, és amikor elbizonytalanodsz, és egyenlősz, megjelenek, és azt mondom, ne gyújts rá, itt vagyok. És gyere utánam. Kövesd a fényt. Az leszek én. Aha, te vagy a fény. Te csak menj végig az úton, és közben nagyon akarj. De végig akarjalak? Hát ne engem akarj, mint Szent János bogára, hogy repülök előtted, hanem le akarj szokni. Ha az egyik módszer nem válik be, akkor jöjjön a másik. Akkor jön a másik. Így van. Az időpont pedig szeptember 7. Az időpont pedig 10 perc elindult az óra. A módszereim könyörtelenek. Már nem gyújthatsz rá. Az segít, hogyha van valami olyan motiváció, ami hogyha nem szokom le, akkor én szívok, ha leszokom, akkor te. Belemegyek egy fogadásba. Belemegyek egy fogadásba. Na most kezdett izgalmasabb lenni. Belemegyek abba, hogy fogadjunk, ha leszoksz, akkor a Jani megcsinál valamit, ha nem, akkor te. Akkor én. Tehát én abszolút jó vagyok. Szerintem korrekt vagy. Tehát egy csak mondom, hogy te vagy a... Te vagy a szívóágon, Jani. Ha nem szoksz le, akkor a Jani... Bevállal valamit a Jani, ha leszoksz, akkor mint a, nem, akkor meg a Jani csinálja, meg ha nem szoksz le, akkor meg te. Akkor de fogadhatsz velem is, én is belemegyek abba, hogy bevállalok valamit. Jó, ezen még dolgozunk akkor, mert én azt gondoltam, hogy most ezzel a zöldséges kúrával, ezzel érted így ma el vagyok a kettővel együtt, tehát kis dohányzás, kis zöldség, és akkor így fokozatosan csökkentem, az nem jó? Nincs ilyen. Nem jó. Na. Nincs ilyen. Nem, az nem működik úgy, hogy ma csak egy doboz, aztán mit tudom én, 15 doboz, aztán 15 szál. Tehát az nem így van. Tehát ennél a radikálisabb módszereket fogunk alkalmazni. Mi az első, azt már tudod, vagy most még csak építed az ösvényt? Még két út van bennem, nem tudom még egyelőre. Hogy melyik legyen, hogy azonnal leted, és egyáltalán ne gyújtsál, és kezdj el menni egy bizonyos dolgokra, vagy készülj föl, menj el egy dologra, ha nem működik, gyújts rá újra, utána menj el egy másikra, de valószínűleg az egy napot kitűzünk, és leteszed. Aha. És utána már másnap mész valahova. Kicsit vártam, irodalmat, kapsz könyvet. Tessék? Egy napot kitűzünk, és leteszed. Nem akarlak megszugerálni. Mikor legyen ez? 2017. január? Szerintem jó. Ne, az korai az időpont, úgy ez egy picit. Na jó, meglátjuk. Figyelj le, ez legyen december 30-e? Ja, az nem. Szilveszter, ilyen nincs. Az vagy nincs előtte, ilyen. Tehát vagy előtte. Nem kötjük dátumhoz, ha egy fogadalmat neked már dátumhoz kell kötni, akkor nem vagy elég elszánt. Ha azt mondod, hogy azért nem szokom le, de amit jövő hétben így gondolom. Meg akarom élni. Tehát azért nem, majd leszokom december, új év, új élet, az már elbuktál. Már elbuktál. Tehát ha neked az kell, akkor hogy közd egy dátumhoz, mert akkor majd te elindulsz, már halott vagy. Figyelj, most ez kinek valójában, ez kinek a vállalása? A tied, hogy le fogod tudni szoktatni a Feriét. Nem, ezt egy kicsit magadra vetted. Nem, mert hogyha fogadás, akkor például szóljon arról, nekem ez nagyon tetszene, hogyha nem sikerül a Ferit leszoktatni a cigiről, akkor te iszod meg annak a levét. Tehát, hogy legyen valami komoly tétje a dolognak. Tehát, hogyha például a Ferinek nem sikerül, nem, azért, mert ő az, aki lesz. Nem, 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 hát az ne hülyeség, nem szívja. Hát de, nem, most ez a te vállalásod is. Te ezekkel a módszerekkel, te egy csomó embert, ahogy mondtad az előbb is, nyilván költői túlzással leszoktattál bár a dohányzásról. Ha nem sikerül a Ferit leszoktatnod a dohányzásról, akkor valamit szívjál te is. Nem.
sokkal jobb, hogyha nem szokik le, akkor ő fog szívni a fogadása, ha leszokik, akkor pedig én bevállalom, mert akkor ugyan én végig vittem az úton, benne. De én tehát, hogy hiszek is benne, de ez hát, ha inspirálja, hogy akkor én bevállalok valamit. Ha meg elbukik, és nem tud leszokni, és rágyújt, 2 hét, 3 hét múlva, akkor viszont neki kell valamit megcsinálni, mert elbukta, és nem szokott le. De és... mit? De mit választ? Hát ezt kitaláljuk, nem tudom. Na most kezdett el érdekem, mert fogsz, Feri egészségét ezt szarom, de hogy ez, hogy nagyon, hogy mi legyen, mit Balázsnak mit kellene csinálni? De most akkor, ezt még nem tudjuk úgy csinálni, tehát kitalálunk valami jót. Tehát, hogy mi legyen a fogadás tárgya. Itt valami keményet, tényleg. Na, jó. Tehát, hogy legközelebb mondjuk a fodrászathoz nem Brad Pitt képet viszelmítenek, hanem a Kurka János. Rohadjál. Játszunk egy kicsit, jó? Mert kifutunk az időből, aztán még visszatérünk az SMS-ekre. Óven bácsival, Peru nénivel játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a párologtató bináris nyelvén. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Anita, hello, jó reggelt! Sziasztok, Anita vagyok, Halászterekről. Hello, Anita, dohányzol? Képzeljétek el, ez nagyon vicces, én is répával szoktam le. Na, frankon, sárga répával. És ja, az igen. más. Répázás. Igen. Ferének annyit és mondanék, hogy senkire ne hallgasson. Senkire, mert ez fejben dől el, és örökre dohányos fog maradni, ez a rossz hírem. Aha, igen. Csak nem szívhagyod. Csak nem fogod, nem fogsz rágyújtani. Én 98-ban szoktam le, és én azóta nem dohányzom, de bármikor rágyújtanék, azon nyomban folytatnám. De ez így van. Hát hiszem, lehet erről leszokni, csak abba hagyni, persze. Így van. Ellenben én besárgultam a répától, úgyhogy Feri erre nagyon vigyáz, mert... De mi a sárga színű lesz? Karotin. Igen, igen. A Ferinek már alapból van egy sárga színe a mája miatt, úgyhogy igazából nem... Ja, nyilván, persze. Azt hitték télen is, hogy szoláriumban járok. Persze. Jó, egy jó alapszínnel semmi baj nincs. Na jó van. Mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Jó, rendben van. Na hát való lesz, hogy nem van. Hát, igen. Vagy Óven bácsinak meggyógyult a prostatája, és újra tud folyamatosan is. Nem volt elég ideig kivárni a sor. Figyelj, Anita, ez egy dal lesz. Jó? Igen. Figyelj, mutatjuk. Na-na-na-na-na-na. Ó, hát ez... Ez nagyon könnyű. Lehetne még egyszer. Mutatjuk. Na-na-na-na-na-na. Jöjjön egy hosszabb. Queen. Oh, nagyon szép megfejtés. De jó vagy. De jó ez a dal. Atya Isten, meg kéne hallgatni. Ah. Ügyes vagy, megvan az ajándék csomag. Azban születtem, amikor ez megjelent. Mekkora nóta, Atya Úristen. Ja, bocsán. Anita. Nagyon ügyi vagy. Köszönöm szépen. Megvan az ajándék csomag. Feri, kitartás, köszönöm. Mi veled vagyunk. Én is veled vagyok, Anita. Semmire. Nem hajrá, fogok. Feri. Csak én és a répa együtt. Igen, az úton. Igen, a répa. Egy olyan 2-3 kilót dobjál be minden nap a szatyiba, szükség lett rá. Így van. Az a déli kihúzott. Az a déli kihúzott. Igen. Déli 8-ig. Anita, puszilunk. Köszi, hogy elmondtad. Ügyes voltak. Küldjük az ajándékcsomagot. Ciao. Ciao. Hello. Hello, hello. Na, elmaradtunk picit az SMS-ekkel, még visszajövünk, jó? Hogy kinek mi hatott, aztán még ezt rendbe tesszük, hogy akkor mikortól indítjuk, vagy lehet az is, hogy holnapra vagy hétfőre találjuk ki akkor a pontos részleteket, hogy ne kapkodjunk el semmit, de minden esetre elindulunk ezen a rögös úton. Ferencet megszabadítjuk. Megszabadítjuk. Ott vagyunk mellette, a barikádon, tesó. Egy démonnal kevesebb lesz. Lehet, hogy Jani nem jön velünk, mert ahogy ő segít, úgy nem segít senki. Figyelj, de még a végén majd fussa tényleg a Somának a főiskolája. 4 perc már pontosan 8 óra jövünk a hírek után. Van Gáborunk? Jön már? Jön. Állítólag megígérte. Nagyon jó. Tóth Gáborral folytatjuk. Sokan hiányoltátok e-mailben, SMS-ben, telefonon kérdeztétek, lesz-e, megnyugtatunk mindenkit? Nem. Úgyhogy jön a mi drága Gáborunk, és lesz 8 óra után, vele folytatjuk. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 8 óra után 9 perccel szép reggelt kívánunk mindenkinek, egy jó kis Queennel. Ez meg alapozza a reggel szerintem mindenkinek, hát ez volt ugye, már nem ez volt pontosan a feladvány az Óven bácsiban, de hát egy Queent, egy Bohemian Rhapsody után akkor gyorsan meg kell hallgatni, mert ez olyan, mint amikor az étlapra feltesznek valamit, de nem kóstolhatod meg, nem? Ez volt az Óven bácsi, hát utána.
utána meg kellett egy még pörgősebb dalt, mint a Bohemian Rhapsody, ez egy jó Queen dal. És erre tényleg mindenkinek beindul a reggele, még az is, aki talán a Queen nem szereti. Én nagyon szeretem hallgatni. Erre fölkelsz. Én láttam, az Freddie meg Zseni volt. Tehát az nem kérdés. Akkor nem szeretem csak hallgatni, hogy mondjuk az Uhányzónkból szól. Honnan szűrödnek ki? Az action után. Ah, jó ez. Gyerekek, mi történt? Tabáni van reggel? Ja, igen. Kérdezi egy hallgató SMS-ben. Na, nézzük a közlekedési híreket, mi a helyzet így csütörtök reggel. Az utakon ki merre van, kivel mi történt, ki mit látott. Budakeszin a főúton, Budapest felé nagyon csúnyán beállt a forgalom, és lassan halad. Zoli küldte nekünk. Baleset az M7-esen a 168-as kilométernél Budapest felé, torlódás, mindenki vigyázzon. Sziszka üzente, M5-ös 65-ös kilométernél baleset Budapest felé, Tomjoc üzeni. És igen, azt írják, ez egy másik esemény, hogy oltári baleset, tűzoltók, mentők, Lajos Mizsinél még le lehet szökni. Jó, tehát aki jön az M5-ösen Budapest felé, az készüljön rá, hogy a 65-ös kilométernél van a baleset, meneküljetek az 5-ösről. Külső és a leállósávi zárva hatalmas dugó. Keresztúri úton arra szólunk, segítsen már valaki, hogy hol és mi történhetett, kéri ezt Barbie. Barbie, ha megírják, akkor azonnal mondom. Kaposváron mérik a Taszár felüljövőket, Márkos küldte nekünk. Aztán Hegyeshalom most jó, de valami készül, mert több tucat rendőr autó gyűlt már össze, Dodi küldte nekünk. A Lurdi háznál nem működik a jelzőlámpa, a kereszteződésben nagy a dugó, és a 10. kerület Keresztúri út beállt teljesen tűzoltó a sinek mellett, ezt pedig Mazsi küldte nekünk. Na, hát egy nagyon érdekes kísérletbe vágtunk bele az elmúlt egy órában, és Gáborunk még egy kicsit késik, hatalmas dugóban van, írt nekünk, hogy letérdelt a Hungária körút, tehát azért ő is lazul. Aha, érzétek azért, hogy igen, ezt még így nem fogalmaztam volna meg. A nyáron? Most jegyzetelt a nyáron. Azért 2 éve csak velünk van. Tehát egy kicsit azért lazult, így a vegatáborok, meg a bioéletmód mellett azért mi lazítottunk rajta. Így van. Tehát ilyet soha nem írt volna még 2 évvel ezelőtt, hogy letérdelt a Hungária körút. Úgyhogy jön nem sokára, és visszatér az ő rovata. De amíg nincs itt, addig tudunk az SMS-ekkel foglalkozni, meg van még, amiről szeretnék néhány mondatot beszélni. Azt mondja, hogy Feri egy tuti recept. Csak elmondom, hogyha valaki nem hallotta volna, hogy most kapcsolta be a rádiót, ugye Feri elhatározta, hogy leszokik a dohányzásról. Hát, aki dohányzott valaha, az tudja, hogy élet egyik legnehezebb. Pár hónapja előtt állhat, és ez egy baromi nehéz döntés, kifizetődő, jó, de hát ez egy nagy harc. Mi maximálisan támogatjuk, nagyon vele vagyunk. Hát, tényleg az esetben is ezt a most már, hogy így elszívtam egy cigit 8-kor a hírek alatt, én is ezt gondolom. Előtte megütöttelek volna. Igen, de most már sokkal nyugodtam. Feri egy tuti recept, 2 liter vizet forralj fel, utána hagyd kihűlni, amikor már szobahőmérsékletű, tegyél hozzá 2 evőkanál kamillát, egy kávéskanál, Mária tövis kivonatot, egy evőkanál virágmézet. Egy óra múlva szűrd át, utána újra forralod. Ha kihűlt, megint dobd ki a francba, így áll egy pálikát és gyújts rá. Nagyon jó. Azt mondja, hogy zseniális segítség a leszokáshoz, igen, Ellen Kerr könyve. Most megkezdjük itt dobálni mindenféle módszert, most a répán vagyok rajta. Én a fiamat úgy szoktatom le a cigiről, hogy megmondtam neki, ha még egyszer megérzem rajta, úgy szájba verem, hogy összeszarja magát. Oh. Ez nálunk egyrészt nem működne, mert kicsit radikális módszer lenne, hogy Feri, ha megérzem rajta, akkor szájba verlek. Más kérdés, hogy jó módszere. Hát fenyegetéssel nem tudom, szerintem. Nem, én voltam a Laci cigizek van. Tényleg, még ez is. Nekem eszembe se jutott, de ez is egy jó megoldás. Gyerekek, higgyétek el, ez a legjobb megoldás. Talp reflexológusnál voltam, óriási fájdalom, nekem egyszeri kezelés elég volt. A legfontosabb, hogy nem voltak elvonási tünetek és kényszer cselekvés, Sándor küldte nekünk. Csak itt tovább, Feri. Én 3 hónapja raktam le a cigit, agyban kell eldönteni. Nekem így sikerült, agyban. Ugye, hát ez már... Nem biztos, egy csomó SMS-ünk ékezet nélkül érkezik. Igen. Lehet, hogy ott nekem elhúzódott a megfázásom, kőgésem, de aztán leszoktam én is. Egy 3 napos hányás hasmenés és vírus, és rá sem tudsz nézni többet a cigire, 2 éve egy szál sem. Hát valakinek ez működött, ennél Feri szerintem... Hát én ennél jobban dohányzom. Csalódtunk benned, Feri, soha többet ne gyere el a gyűlésünkre az anonim alkoholisták. Most ez hogy jön ide? Hát én ők már kitagadtak. Ja? Ők már kitagadtak, mert hogy oda is jársz, de közben most már oda se járja. Hajrá, Feri, légzőgyakorlat sokat segít. Uh-huh. Én leszoktam, 25 kilót híztam. Oh! Akkor most mennyi lennél? Akkor most 130. Ha íznál 25-öt? Azt mondom, belefér. Még az is jól áll. 20 év napi 1 doboz cigi, ha szítjó, akkor 2-3 doboz egy este. Ugye hát ez neked is ismerős. Ha mész este bulizni, akkor az 1 doboz felugrik. Abba hagytam, és készfejben készültem 2 hetet, és pikpak abba hagytam. Ha megérzem a cigi füstöt, hány ingerem van? Hajrá! Apaka írta nekünk.
Gyerekek, a Feri úgy felidegesített, hogy egymás után a harmadik cigire gyújtottam rá. Na, tessék, látod? Pisti küldte neki. Biorezonanciával pippak leszoknál. Az mi? Az a fejemben van. Uh-huh. Az biorezonancia? Az első, második lépés lesz, hogy elküldelek biorezonancia. Az olyan, mint az elektrosok, csak nem kell utána törölgetni a nyáladat. Csak kicsit rázza. Az egy jó módszer. Az a fejemben sokan van. Sokan írják, hogy legyek terhes, az se rossz. Hogy akkor vagy legalább álterhes, ha más nem. De fia, az egyébként tényleg igaz, vagy igaz lehet, hogyha leszoksz a cigiről, akkor ugyanazt a pénzt elköltöd majd Szabóra. Mert hogy meghízom. Aha. Jó, mindegy, de most nekem az a pénzügyi része, tehát hogy így nyilván jó lesz, mert akkor majd rakom el, és akkor veszek. Az úgyis bejön a ciginix. Valami. Milyen vagyok, ez a ciginix. Te gyártod, vagy mi? Lehet. Direkt megnéztem, hál' Istenet. Megjött a mi drága Gáborunk, itt van már. Mindjárt érkezik meg. És bejön ilyen irokész frizurával, tudod. Imádnám. Halálosan belazulva. Szétvarva. Egy brutális csirkeburgerrel a kezébe, és azt mondja, sűrű volt a nyár, gyereke. Nem? Azért azt mondja, ó, hát nézzétek ezt az ember. Hát itt van. És hozta a kis teljes kérdősi kenyérkét, valami krémmel rajta. Köszönjük szépen. Helyesen egy szépen vasárt ingben. Hozol még valamit? Nem hozzad, csak le. Nyugodtan. Addig megmondom, mit hoztál. Azt hitte, hogy korábban már augusztus végén megcsinálta. Jó? Ízre olyan, mint az arcod? Most? Igen. Mert akkor nem kérek, aha. Mi? Ízre olyan, hogy ez most a Feri kinézik. Vidd el a lénynek. Nem rossz egyébként, mindjárt elmondja, hogy miből van. Egy kis teljes... Jaj, aranyos. Nagyon meg. Fölnyomtam véletlen a telefonra. Zsület segít, ezt lehet örülni, mert a Gyula megjön, mert kivertem ki eset a szendvicse kezemből. Gábor! Hello! Szervusok, ha sikerült rátenni ezt a kis pástétomat. Nem, érdekes. Gábor, kem jó közel a mikrofon. Jó reggelt, jó reggelt szervusztok. Hello. Jól látom, Feri, és jól hallom, tehát sárgarépa? Ennyi. Látok, érsz? Megkínálhatlak. Répa, van benne uborka, paprika és zeller. Jaj, Feri, az a helyzet, hogy szóval úgy érzem, hogy eltelt 2 év, és eljutottunk idáig. Tehát én tényleg meg... Nagyon aranyos vagy, hogy te is ezen a vizen akarsz evezni, semmi között hozzá. Kérsz a répából, vagy nem? Majd később megeszed. Gyuborka. Fogadtátok lenyagében? Még nem történt meg, de az lesz ennek az útnak az elején vagyunk. Még dátum sincs. Igen, erről többször is szó volt. És hogy vagytok? Jól, köszönjük szépen. Nagyon jó. Az őszinte érdeklődés. Mindenben van. De most mi örülünk egymásnak, ugye? Hogyne, nagyon vártuk. Mit szólsz ez az elhatározáshoz? Hát neked, mint a reform életed egyik nagy képviselőnek, Feri le akar szokni. Hát azért erre mondjál valamit. Hiszel, nem hiszel benne, örülsz. Hát ez egy nagy elhatározás. Van-e módszer? Én hiszek benne. Igen, többféle módszer is van, de az tény és való, hogy ez alapvetően a fejben dől el, viszont a hiány, ugye a hiányállapot, amikor jön ez a bizonyos nikotin hiány, ugye ott kell olyan technikát alkalmazni, tehát olyan ételt enni, amit szerez. Nyilván itt a hízás előkerül, de hát itt vannak ezek a saláták, ugye? Hát most már csak saláták, volt olyan néhány maracsont is, de az, hogy ott elessen. Nincs valami növényi anyag, ami pótolja a nikotin? Nem állít elő senki olyat, mi? Fűszerek, bizonyos fűszernövények, kakukkfű, borsikafű, bazsalikon, majoránna, tehát bizonyos fűszerek képesek ideig óráig pótolni, viszont vannak mondjuk a csípős, irritáló dolgok, amik viszont fokozzák a vágyat, tehát alapvetően az alkoholos italok, hát ezek meg azok a szokások, amiket ugye gondolom, hogy fölkelsz reggel, elszívsz egy cigarettát, ez előfordul? Nem előfordul, így kellek föl, most is értem el. A szájával a cigivel szájával fekszik. Én úgy fekszem le, hogy reggel, ha fölülök, már csak az első sóhajtás feltépi a cigis dobozt, és belát 2 szálot a száj. Hanyat fekszik érzi, hogy reggel csak fogja az öngyújtót és rányújt. Tehát el kell kerülni azokat a mozdulatokat, azokat az időket, tehát át kell vészelni, amikor fölkelsz, és fölülsz az ágyba, és jönne a gondolat, ugye, hogy na most akkor nem tudom, föl kell keljél, megmosol egy almát, és már is eszed. Én nem akarok egy olyan világban élni, a Rákóczi fel kell megmos egy almát. Hát ne, ez egy hazug világ lesz, nem ebben a világban akarok élni. Ilyen nincs, a Feri reggel almát eszik. Igen, igen. Az akkor mitől fokozza? Egyébként születtek erről könyvek, tehát nálam is van 2 olyan könyv, ami, ahogy hányan szoktak már le, tehát elég jó könyvek, és vannak kurzusok is, de hát nem tudom, mennyire lesz erre időd. Muszáj hogy, lesz, mert megcsinálom. Vagytok egy páran, vagy vagyunk egy páran, illetve itt a magyar társadalomban, én mondjuk nem, aki le akar szokni, és hogyha mondjuk 2-3 vagytok már, ugye akkor akár e-mailen, akár személyesen találkoztok, ugye vannak ilyen motiváló tréningek, de ehhez én megmondom őszintén nem értek, csak hallottam róla, hogy... Soha?
Én nem. A sitten se? Nekem egyszer adtak cigarettát, talán 14 éves lehettem, és majdnem megfulladtam, ahogy ez szokott lenni, és akkor mondtam, hogy soha többet, hát igazából ennyi volt az életemben a cigaretta. És szerintem mindenki valahol így kezdi, csak aztán folytatja. Hát én folytattam a fulladásom. Az alkohol követően. Miért? Tehát amikor az ember alkoholizál, sajnos, hát azért legyünk ennyire gyarlók, akkor mitől akarsz rágyújtani? Hát vannak ezek a vágyközpontok az agyban, amik beindítják egyik a másikat. Ha megnézitek, hogy a cigaretta a kávét, vagy fordítva a csípősétel az alkohol iránti vágyat, tehát egymásra ható agresszív tényezők vannak az agyban. Hogy ennek pontosan mi a mechanizmus, ezt nyilván nem tudom, de együtt. És maga a szokás, ugye, ahogy megszoktuk, hogy mikor gyújtunk rá, most azokat a helyzeteket, ahogy mondtam, és azokat kerüljük el, és mindig van a zsebben valami, egy rágógumi, egy alma, kis egy banán. Sárgarépa. Tehát ugye ezt most tényleg itt el tudjuk viccelni, de maga a leszokás ez egy ugye véresen komoly dolog, és úgyhogy Ferit motiválni kell, és rendszeresen kell küldjetek neki e-mailt, hogy fel a fejjel, hol az alma. Fejjel, már ezt nézd már meg az én e-mailemet. Fel a fejjel, hol az alma? Üdv, Bali. Ugye bepakoltad a táskádba reggelre a répákat. Én küldök, én egy kicsi Szent János bogárként repülök majd előtte. És amikor elgyengülne, mindig rászólok, hogy gyere utánam. Nézd meg a fény, vezetlek. Én a mentett standard üzeneteim közé most be is írom, hol az alma fej. Naposta kétszer elküldtem. Ugye a sport. Na jó, azért lehetetlen megkér, Gábor. Ugye a szakma szerint el a régi az intenzív sport termeli meg azokat a hormonokat, ugye endorfin, boldogsághormonok, amelyek képesek ugye ezt a sport utáni pár órában ezt ellensúlyozni. Utána megint jön a vágy, tehát egy szinte most tavaly, amikor futottam, a legjobb pillanat az volt, amikor visszaértem az ilyen 8 kilométerből, és egy fröccs meg egy cigivel megjutalmaztam magam. Isten! Tudod, milyen jó volt? Esküszöm, gyerekek! Sose csinálj! Ide a fröccsömet! Nagyon kemény vagy! Irgam! Azt komolyan mondom, nagyon rossz, tehát ne csináljátok a kitágult üdőbe a legrosszabb belőni, a egyébként is rossz cigarettát, de hát én azt imádtam. Imádtam! Meg megmondom őszintén, hogy egy kicsit frusztráló lehet majd a Ferinek, hogy mondjuk ő van itt egyedül, aki le akar szokni valamiről, és mondjuk mi nem akarunk leszokni valamiről? Mondjuk Jani a cukorról, nem tudom, vagy ezt nem, nem, már így is egy nagyon furcsa világ ez. Szó se lehet. Ezt az egész tolyat nem én indítottam el. Komolyan, csak egy ugrás, hogy abba kell hagynom a masszurvást. Nem. Janinak egyébként azt mondanám, hogy be kéne szorítani mondjuk heti két napba. Tehát mondjuk kedd és péntek, lenne az édesség nap. Kihúzod a gyufát elég hamar. Jó, de az első nap a nyár után, amikor meggyőzni, pikpak fölpofoznak. Ez csak a logisztikai része a dolognak, mert a mennyiségben úgyis ugyanazt fogyasztanám el, mint egy hét alatt, csak akkor két nap alatt. Ez most nem, biztos, hogy nem ennél annyit. De mindegy. Egyébként volt ilyen kísérlet, és abszolút működött gyerekeknél. Nagyon várták a keddet, és első óra után mindenki meghal. Nem gyerek. Most félreértettem valamit. Mi volt? Csak nem nőttem nagyra. Mi azt hiszem, voltam? Hogy vagy Finnország lehetett, vagy Norvégia, ahol heti, hát hiszem egy napon, amikor a szerdát kitűzték, hogy akkor lesz az édesség nap, és minden gyerek várta, de lehet heti két, vagy heti három nap is, és az érdekesség az ugye, hogy mindenki eltervezte, hogy egész nap édességet fog enni, és egy fantasztikus napot töltenek együtt. Aztán, ugye 8-tól 9-ig meghaltak a sok édességtől. Legyenek, minden jól várjátok már. Jó, pont ezt csináljuk. És három napig nem kívántak, vagy két napig édességet, de ezt próbáljuk ki, egy abszolút működik. Nagyon tehát összességében, hogyha a héten visszanézel, nem ettél annyi édességet, mint hogyha minden nap ettél volna, a hasnyám rég nem tornázott 50-szer, csak 3-szor. Tehát összességében ez működik, az a kérdés, hogy kivállalja ezt el. Hogy ez tényleg jó módszer, de megmondod a gyereknek, hogy csak hétvégén van édesség. Csináljuk a Bennyvel, tehát brutál édesszájú. És elfogadta, és tudja, számolja a napokat, hogy mikor. És tényleg ez volt, hogy na majd szombaton apuci levegyünk, meg van egy kedvenc cukrászdája, és 4 gombot. Igen, egész héten erről álmodik. Egész héten erről álmodik, viszont annyira kiürül hétközben a szervezetéből az édesség, és elmúlik a függőség, hogy megevette először 3 gombócot, 2 gombócot, és most már ott tartunk, hogy mit tudom én, 30-40 edeszik. De hogy... nem, tehát most már egy hónapot csináljuk, és egy gombócot megeszik, de nem jön lázba tőle, tudja, hogy hétvége van, de nem az van, hogy akkor irány a cuki. Tehát tökre lejött az édességről. Ez egy jó dolog. Tényleg működik. Ezt a norvégok csinálták. Ők az iskolában határozták meg, hogy a gyerekek egy héten egyszer ehetnek csak édességet. És baromi jól bevált. Nincs több édesség az iskolában. Nem adhatsz édeset a gyereknek. Ez is milyen jó. Nem?
nálunk is megy a reform, most már se só, se cukor. Nincsen grízes tészta a púpozott porcukorral. Bizony. És de hát, mint tudjuk, hogy annyi az egészségesebb édességeket kedveli. Ja. Persze. Na, milyen volt a, meg nem én vagyok a sztori lényeg. Felét kell. Milyen volt a nyarat? Sok jó helyen voltál? Ez most még konkrét témával ugye nem készültünk, ez egy ilyen első nap, amikor az osztály újra találkozik a rovatodban. Sok jó tábor, sok jó élmény, sok szalmonella fertőzés. Mi volt? Igen, életmódtáborokban voltam, volt, amit magunk szerveztünk, fantasztikus volt, reggeli futás, aztán egy kis könnyű műzli reggeli. Azt a mindenit, te, hogy miért nem szóltál? Gyerekek, jövőre meglátjátok, én ott leszek. Tőlem megkapod a beutalod. Jöttek az edzők, mondjuk kicsit meleg volt, de az Zemplénben talán az 5-6 fokkal hidegebb azért nem jött rosszul, tehát 40 fok helyett csak 34 volt, de jöttek a személyi edzők, hölgyek, férfiak külön csoportban, az edzők hozták, ugye, amit ígértek. Fantasztikus, úgyhogy izomláz volt bőven, és utána egy kis ebéd, indulás a túrára, a Zemplénbe, és hát addig a reform szakács elkészítette ugye a vacsorát, ami éppen egy reform hamburger volt, vagy teljesen... A reform szakács, az mit jelent? Még tanult a szakmát? Hát ő már majdnem 20 éve ezt csinálja, és szóval jó étel volt. Igazából egy olyan jó csapat jött össze, voltunk egy olyan 100-120-an, hogy szem nem maradt szárazon a végén. Ugye van egy, van egy indító est, amikor még szinte senki nem ismeri a másikat, és van egy búcsú est, amikor mindenki ismer mindenkit. És mindenki sír. És igen, felszólalnak a hallgatók, és elmondják, hogy ők hogy jöttek el a táborba, és mit kaptak egymástól, nem csak tőlünk, hanem ugye a táborban kialakul egy nexus, egy közösség. Jó, de mi van az ismerkedési este? Engem az érdekel. Lassúztok, táncoltok, kontinentális reggeli után este vagy összekapaszkodva éneklitek a Ciao Bella? Este nyolckor találkoztok az aulában, és indul az ismerkedési hát mindenki este is bemutatkozik, van egy kezdő bevezető, hát áhítatnak hívjuk, ahol elmondjuk a tábor programját, illetve a szellemiségét, és utána következik maga a bemutatkozás, mindenki mond egy pár szót magáról, honnan jött, miért jött el, mi a célja. Van egy kedves táborozónk, aki évekkel ezelőtt leszokott a táborban a cigarettázásra, például itt szemben, azóta sem, ott volt egy kis segítsége, azóta is mondjuk olyan centim vágja a centimétereket, hogy mikor jön újra a búzsvai tábor, és most már nem tudom, még 300 valahány nap van hátra. Picit függő lett. Nem, picit táborfüggőnek tűnik az illető. Azért eljössz a táborban, és vágod a centit, hogy visszamehess, azért ott keménynek tűnik. Sok minden az ő életében sem lehet. Egy tábor, tudod. És hát voltam őrségben. Na, fegyverrel vagy fegyver nélkül? Hol? Éjszakai vagy nappali? Horgoson vagy röszki? Milyen őrség volt? Mikor kellett menned? És az őrségi életmódtáborban is töltöttem egy jó napot, úgyhogy oda meghívtak, egy fantasztikus hely. Ugye az nem annyira hegyes-völgyes, hanem inkább egy ilyen laposabb vidék. Fantasztikus volt, és ott... Kiállts már el magad, Gábor, hogy állj ki vagy. Vagy mennyire visszatartó erő. Na, Muti. Na. De most mit mondjak? Hogy állj ki vagy. Állj ki vagy. Valaki veszélyezteti a tábort. Oké? Állj, ki vagy? Ne, megállni? Ne. Állj, csak, ki vagy? Csak én vagyok, Gábor. Ja, jó. Gyere be. Szerintem nem a hangszám. Tehát az, hogy az ember a fellépés. Ahogy szól. Aha. Én összetolnám magam. Uh-huh. Hát biztos. És akkor ott voltál, és? Igen, ott is volt egy életmódtábor, fantasztikus, jó sétával, templomnézéssel abszolút működött, és előadásokkal egy nagy tornatermet megtöltöttünk. Szóval igazából egy életmódtábor ebből áll, hogy receptklubok vannak, séták vannak, beszélgetések és tanácsadás, délután pedig sok emberrel volt alkalom beszélgetni, van akinek pajzsmirigy problémája van, van akinek csontritkulás, van akinek hullik a haja, és mindenki azt állja, hogy hát valamilyen táplálkozási megoldást kapjon, többé-kevésbé igyekszem, de nem lehet mindent az étrenddel megoldani. De sokat igen, nem? Tehát, hogy azért itt nagy átváltozások voltak az elmúlt egy-két évben is a rovat hatására, hogy azért, ha valaki ezt átgondolja és tudatosabb lesz, akkor azért sok kifejezett javulás várható, de nyilván senkinek nem ígérhettem meg én sem, hogy meg fog gyógyulni teljesen, még egy pajzsmirigy betegségből, de vannak olyan ételek, amelyek a pajzsmirigy működését befolyásolják, a káposztától kezdve a szójáig. Látod, te is kicsit életmódot váltatnál egy fröccs mellette, és egész nyáron beszélgethettél volna a pajzsmirigyről, meg a hajhullásról. Beszélgettem is, csak nem ilyen témákról, tudod, egyen jobb volt szerintem, de fröccs az volt.
és nálunk is bemutatkoznak. És tök jó színed van, Gábor, mindenhol ilyen jó színed van, vagy van tangacsik? Utaztunk egy hetet külföldre is, úgyhogy no, voltam. Na, merre voltatok? Görögországban voltunk Zakintoszon, és az igazi, eredeti görög salátát megkóstolhattam. Az miben más, mint amit mi eszünk, de nem a feta, a hagyma, a oliva. Mások az ízek, mások igen? Az ízek, más a fűszerezés. A földrajzi miatt, mert hogy Görögországban. Kösz. Igen. Az görög. Igen. Szóval érdekes volt, hogy ugye mondták, hogy a vizet ne ígyuk Görögországban. Ehhez képest, hogy nyilván mi nem ittuk, hanem vásároltunk ásványvizet, és mégse voltunk jól az első 2-3 nap, na. Úgyhogy nyomozni kezdtem, hogy mi a közelállunk a rossz közelzetet. De mi volt? Gőzborot? Az úzó. Gőzborot volt a popsit, Gábor, hogy mi történt? Nem voltunk jól, ez tény. És, már nem lett messze a gejzik, csak én vagyok, nem. Gyerekek, mi történt? Valaki dobott belém egy százas? Igen. Egyébként szerintem nem csak én figyeltem meg azt, hogy ilyen exotikusabb, trópusi vidékeken nem úgy működik az emésztés. Hát van egy baktérium, várját, ott elmész Egyiptomban, hiába mosol a kezed, ott az ételekben benne van egy olyan baktérium, ami a magyar bélflórának, hogy neked, hát ez bármit csinálsz, hát igen. Akkor ott... A különbség mások között, a mások meg te közt, Gábor, azt, hogy te megfigyeled, más meg rögtön lehúzza. Egyébként rájöttünk, hogy a jégkocka okozta. Tehát ha hiszitek, ha nem, a jégkockát azt főszabályként véletlenül csak vízzel készítették, és mivel ilyen all-inkluzívon voltunk, kirúgtatok a hámból. A gyümölcslével folyamatosan tettem a jégkockát. All-inkluzív vegán? Van ilyen? Nem, ilyen nincs, de hát nyilván választható, és hát ugye folyik a csapból is az üdítő, meg a gyümölcslé, és hát időnként jégkockát tettem a kis narancslevembe, és meghajtott. Kettőt a tarkomból, hármat a Berlinbombra, óriási volt az ismerkedés. Hát meghajtott mindenkit, de... Hát ez egy abatőriba azért. Tehát a jégkocka az mindenhol... Persze, a jégkocka nem mindenhol... Nem, csapvízből csinálják. Csapvízből csinálják. Tehát, hogy ez egyébként, hogy lehet? Egyébként csak kerülöd el, mert ugyanúgy... Ha a csapalat tartanak egy ilyen forma. És aztán berakja a hűtőbe. Egyébként, ha nem a jégkocka, akkor meg rajta van a salátán ez a baktérium, vagy a tényleg bármi. Tehát nem nagyon tudod elkezdeni. Egy ellenszerre van minden reggel egy feles. Gábor, lehet, hogy viccnek gondolod, de igen, tényleg Egyiptomban van egy gyógyszer, ezt kevesen ismerik, az a neve, hogy antinál, de ez nem azt jelenti, hogy az antinál van. Kinél van antinál? Van egy. Milyen nincs is antinál? Hát, mondtam, hogy antinál. A telepített idegvezetőknél antinál talál. Nem antinál, Gábor. Tehát antinál van a gyógyszer, nem antinál a neve. Görögországban nem tudom mi a rutinos, Egyiptomban járok, már az elején megveszik az antinált, ez egy ilyen bélflóra helyreállító, és akkor megúszható az, hogy mondjuk egy hónapig, vagy egy hétig, vagy két hétig, amíg kint vagy, addig masszívan fossák. Akkor ezt be kell szerezni. Ezt Görögországban nem tudom, hogy van-e. És jó volt, mi csináltok ilyenkor? Brutálisan naposztok, csapatjátok a karaoke partit, vízisieltek, és kitesurfözöl? Így van. És mit csináltok? És fogdossátok az afrodités szobrokat? Vagy volt egy ilyen belső. Ugrász a hullámban, kiabálva, hogy gyertek isteni a víz, mert azért ez így volt, nem tudom. Kicsit úszok a fiúkkal. Gábor nagyon élvezi, nem sűn belépett. Tehát, hogy milyen vagy, kimegyünk amikor, a tengerhez. Amikor te lazítasz és nyaralsz, azért én azt akarom látni, amikor te tényleg fogod a kis, mi ez, felfújható ilyen kis gumimatrac, ráugrasz és seggest és bevezel, és naposztod a jó mesztelen fürdőzés? Hát, elég elengedtem magam, felvettem a buvál szemüvegemet, és keres szobában. De vízbe is mentél, csak a szobában fölpróbált. Elmentél a liftig békatalpal, és mondtad, hogy ez nem nekem való, de zajtalottál, és gyorsan lekaptad a fejedre. Látom a napsütéses órák számarátok, és hatott nem csak rám. Szóval a kagylókat és... Kicsit búvárkodtál, tényleg? Képzeljétek el, hogy, de hát ezt nyilván tudjátok, nem kell elképzelni, hogy szinte minden csigában ilyen kis remete rákok élnek. Úgy a legizgalmasabb volt hát a halfogás, tehát ilyen hálóval, meg a remete rákok keresése is. Hát, ilyen módon. De mit fogdosod a halakat? De tényleg, nem, ez a baj, aki véded az állatokat? Gábor, nem, aztán nap végén visszengedtük. Nap végén mondjuk akkor... Pusztak szegény törlött halacskák. És sok kagylót szétfeszítettél, Gábor? Te is szerette a friss osztrigát? Minden jó az. Ilyen volt a srácokkal, úgyhogy meg hát maga a tengeri feeling. Aztán mentünk hajózni. Hajóztatok? Volt ilyen napos hajókirándulás? Igen, a legnagyobb volt. Lehúzás, száraz csirkehús, egy fél liter ízetlen bor, leraktak egy szigeten, ott vagy egy fél napot, aszalódsz a napon, majd vissza, és mindez bizony 100 euróért. Nem mondta, hogy ezt benyaltátok, vagy jó volt? Jó volt. Tehát amikor egy hajóval egészen bemegy mondjuk a kapitány egy
egy, hogy nem ezek ezt ilyen kis barlangba, és mind a két oldalon szinte látod a barlangnak a falát. Izgalmas. Nekem az a furcsa, hogy miután befizetsz mondjuk majdnem 20 ezer forintot. Pláne, hogyha mindez tudatos. Igen. Életem, hogy megy be a kapitány, én inkább összetartom magam. Rohadt életbe, ez még tavaly nem volt. Amit nem értek, hogy egy ilyen, tehát befizetsz mondjuk 20 ezer forintnyi eurót egy ilyen, hát majdnem egy napos útra. Na ezt mondom, hogy ez egy lehúzás. De várjál, utána a végén kalapoznak a kapitánynak. Tehát utána a végén ugye az van, hogy ha tetszett, amit a kapitány csinált, akkor dobjunk be egy pár eurót neki. Ott borravalót kell adni szóval a kapitánynak, és a akkor így mennek a 4-5 eurók, tehát úgy összeszámoltam, voltunk mondjuk 200-an a hajón, azért nem rossz, hogy olyan 800-900 euró. Ilyen kockázsák, mindig úgy csinálsz, mint a bedobnál, és kiveszel 20 eurót. De ha kifizeted a 100 eurót, mit kell? Mit kell? Jó vagyok. Gyakorlatilag már az a kis kalapozás a végén, az egy pár hónapi fizetésünk, és plusz még, amit befizettünk. Nem, most nem azt mondom, hogy ez akkora baj, csak ezeket nem értem, hogy ezek olyan méltatlan dolgok. Ilyenkor ilyen jól mindig a farzsérvedő, hogy Marika alátét. Ha csak azt látják, hogy bedold meg azt, hogy csörök. Na, igen, egy ilyen érme helyettesítő. És meg szabad kérdezni, hogy Balázs, neked forgatás volt egész nyáron? Vagy úgy haladom? Nézd, Gábor, szívesen beszélek az új műsoraimról. Sokat dolgoztam most, igen. Most rendeztük az erőviszonyokat az RTL-ben. Muszáj azt is tudod vágni. Nem csak én nyaraltam és futballoztam. Egyébként elkezdtem fallabdázni. Ne csinálj! Nem akar vele senki játszani. De partnerral igen, vagy egyedül egy háztörnél. 1000 kilokalória per óra, úgyhogy találtam kedves barátom között volt, aki ajánlotta, hogy eljön velem. Hát, mint tanulom, időnként a labdát is látom. Meg ez egy... Én szívesen squasholok, de én télen azt csinálom a teniszhelyet, igen. Játszom vele szívesen. Komolyan. Először azt hittem, hogy egy labdát kell csak a falra ütni, aztán rájöttem, hogy ez egy stratégiai játék, ahol futni is kell, nem is keveset. Úgyhogy hát olyan emberekkel hozott össze az élet, akik elképesztően játszanak. Úgyhogy megkedveltem. Egyetlen hibája az, hogy nem szabad téren van, de mondjuk amikor téli időszak van, akkor tényleg jó lehetőség, és őrülten kiizzadunk, úgyhogy ügyes vagy mindenkinek. És betűrt kis fehér ujjatlanban, fekete nadrágban, fehér orracipőben rohangálsz, hogy kell elkezni, vagy egy brutál sportszerkóban kis ütővel. Nincs egy brutál sportszerkó, nem. Vettem egy ütőt, az biztos, és azt használom. Egyre veszélyesebben érsz. És egy erősen pattogó labdát. Hány pontos? Sárga 2, kék pöty, piros pöty, mi van rajta? Kék pontos. Igen. Igen, de előbb-utóbb rátérek majd a többire is, remélhetőleg. Úgyhogy játszunk majd, akár Ferivel is, hogyha úgy érzi, hogy... Mi van? Ne rángass már bele minden hülyeségbe, menjetek a Balázsral. Én tényleg szívesen játszom veled, nem most egy ilyen múlva, amikor kicsit fejlődtél. Ne, te abszolút tényleg, de én tényleg játszom. Igen. Jó. Van egy én jó. Benne vagyok. Abszolút. Jó, na hát akkor esemény dús nyarad volt. Nagyon jó. Igen, konfocizatok együtt. Mind a kettőtök vele a saját csapat. Te csapatodban ilyenek játszanának Gábor, mint Bicsérdi, egy Atkins. A gyerekkoromat végig gomfociztam bátyámmal, bátyám közvetítette, és írtuk. Ugye a nagy gomfoci könyv, emlékeztek, az hatalmas dolog volt, és mindenki gomfocizott, jártunk gomfoci versenyekre, csak hát nem volt nagy kalória leadás, úgyhogy nem. A térdünk is tönkrement szinte, de gomfocizni szeretünk. Én sajnálom, hogy valahogy nincs most kultúrája gomfocinak. Micsoda? Soccer Stars alkalmazás, F-Store-ból gyerekek, fél éve nyomom. Gomfocizol telefonon? Várjál telefonon. Gyerekek, Soccer Stars, aki azt akarja, töltse le. Telefonon gomfocizol, tudsz játszani offline-ba úgy, hogy mi ketten játszunk egymással, az interneten is tudsz kihívni, zsetonokat nyersz, vásárolsz, persze, abszolút. Ott van, ott játszom. Gomfoci az internet. Na jó, hát ez más. Okos telefon. Jól van, Gábor, nézzétek, azt tudtátok, hogy a holdra léptünk. Na, Gábor, örülünk, hogy itt vagy. Folytatjuk akkor a rovatot. Jó, hát ez most egy ilyen bemelegítő jellegű kics. Kivel? Mit történt? De kérdezd meg, hogy mit reggeliztem. Á, de vicce, hát egyébként ezt nem akartam elfelejteni. Azért jön, csak elmondom, hogy ma még konkrét témával nem foglalkoztunk, csak egy kicsit kivel mi történt a nyáron élménybeszámoló jelleggel. Beszélhettünk. Megnyitottuk a tanévet. Jó? A rovatban. Mit reggeliztem? Köszönöm. Igazából azért mondtam, hogy kérdeznek, mert hoztam nektek egy kis pástétomot, mégpedig egy kis hagymát inszteltem, és rá darádiót tettem fűszereket, és füstölt gabona csemegét, vagy kolbászt. Kolbászot azt alig használhatom, azt mondta Feri, hogy ha lehet ezt a szót. Ne gyalázd meg ezt a gyönyörű terméket azzal, hogy ezt annak nevezed. Gabona termék, ez gyönyörű. Ez egy teljesen vega, egy diós vega kolbász teljes ölésű kenyérrel, kis paprikát hoztam, kint van, úgyhogy kóstoljátok meg. Érdekes íze lesz, hogy szokni kell, mert nem az a húrka, vagy kolbász.
Igen, Balázs itt hamar rápakolta a gépeknek. Nekem konkrétan kiesett a kezemből, nem akarom, hogy Gyulának a vezető technikusnak elmondani, hogy mi történt, agyvérzés, akkor ráesett az egyik telefonunkra, fejjel lefelé. Fejjel lefelé. Tehát délután egyik senki nem tud dalt kérni, majd a kívánság műsorban. Csupán ennyi történt. Igazán a három telefonvonalunkból kettő lehalt. Kokuzsira, készült kóstoljátok meg. Hát megpróbáltunk most... a szendvicsen tárcsázni, mert átvette a gombok. Én ezeket nagyon szeretem, amiket hozzá. Tehát most reggelit hoztam, nem édeset, és én magam is ezt reggeliztem. Jól van. Oké, Gábor, vigyázz magadra, folytatjuk. Jó, örülünk, hogy itt vagy. Nagyon én örülök nektek, köszönöm. Jó, kicsit ma sokat marhultunk, de egy ilyen élménybeszámolós reggelben még azért nem kell annyit komolykodni. Jó, puszilunk, vigyázz köszönöm magadra. Köszönöm, és sok sikert Ferinek is. Köszi. Szia. Te puszilod. 3-4-9 lesz, pontosan 6 perc múlva jövünk a hírek után. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 10 perc múlva pontosan. 9 óra, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk. Én úgy szeretem ezt a fiút. Úgy szeretem. Gábor, hogy zseniális. Ugratod, nevetteted, és lepattal róla, mondja tovább, kicsit elmosolyodik. Én nagyon, nagyon kedvelem. Nagyon kedvelem őt. Ja, olyan helyes. Ja, tényleg jó az. Ja, az. Nézzük, hogy mit írnak hallgatóink. A Dózsa György úton nagyon sokan vannak a Vácitól a Podmanickig. 15 percet kellett várni. M5-ös bevezetőn 3 kilométeres araszolás vár az autósokra, Jani írta nekünk. Aztán Balázs tegnap este volt egy tankcsata a USN. Williams játszott egy hasonlóan csinos lányjal. Mi van a női teniszezőkkel, olyanok, mint a súlyemelők? Kérdezi valaki. Van erről egy elméletem, mondja. Gyerekek, hát a szerén az egyértelműen kokszol, tehát ez teljesen egyértelmű. Növekedési hormon szed, ami kiürül addigra, mióta, amikor el kell menned pisilni, tehát tolják. Hát ő 10 évvel, 20 évvel ezelőtt nem így nézett ki. Meg kell nézni egy régi fotóstól. Tese. Át az arca, a csontszerkezet is átalakult. Amikor kiszélesedik az állkapcsod, a homlokod és a koponyád megváltozik, azért az kemény. Tessék? Az, hogy 210-el szervál, az egy dolog, hogy nem tudnak férfiak annyira gyorsan szervál. 210-szer, és a múltkor azt meséltem, hogy ránézett a kijelző, hogy mennyit szervált, és már ő is röhögött. Elmosolyodott, mikor látta, hogy mennyit mekkorát szervál, de nem így nézett ki. Duplán húrozzák az ütőjét, nálam átszakadt rajta a lap. Viszonylag vékony nő volt. Tenisz? Semmi? Nem? Nem. Kippeket nem kérdeztek? Nem akartok fogadni? Nem, az a baj, hogy már unják hallgatok, mert reggel nagyon sokat beszéltünk róla. Nem. Fia, 6-tól fél hétig nyomtuk. Nem volt ismétlés. Csak nem volt ismétlés sem, mert annyira átvettük a tenisszel. Annyira durván. Figyelj. Drága hallgató, ha szeretnétek tudni, hogy ki nem szeretnék, így van, akkor ott van a sportsajtó 10 után. Nem szeretnék tudni, majd utána néz a neten. Ha tudni akarjátok, hogy Wawrinka Csung, vagy Istomi Gyerjem, vagy Karlovics, Veszeli, Andy Murray, Adrian Maria, ki a befutó megvan. Így van. Kérdezzétek meg és segítek. Izner Juzsnyi, az egy jó meccs lesz, Berdik Meltzer. Ki játszik Izrael Juzsnyi vagy? Roger Federer, Steve Drakis, Darkis, ez egyértelmű, Kolsejben rosszol, az jó meccs, Gasquet, Robin Haas. Mondom, kérdezz rá egy meccset, és megmondom, hogy... Na? De nem akarjuk, ja? Érted? Tehát jó, pont nem. Ezt mondjuk, hogy... Haast ismerem, jó a pudimpora. Olyan rossz helyek vagytok, nem kérdeztek tőlem teniszt. Na, egy Izrael Juzsnyi, az mit jelent? Ne alázzuk meg a teniszport. Egy Kipcsenko, Lipcsenko, mit játszik? Na, mit játszik a Lipcsenko? Mondd egy Kalasnyikova, Dragunova, egy esetleg. Játsszuk egy jó kis hármasugrást. Jó, 9 óra után meg foglalkozunk a tenisszel. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Már is, mi? Már is. Pletyizett. 8 év után meglepő, hogy ilyenkor hármasugrás játszunk, ugye? -10 000-ről adjál egy számlát, Anna, légy szíves. Halló. Hello, Erzsi. Sziasztok, hello, én vagyok. Csak nem Erzsi Csornáról. De igen. És tudtad? Nem. Csak ha megkérdezem, hogy nem beszéltünk-e már mi valamikor, de Erzsitől nem kérdezem meg. Erzsi, mi újság? Nincs semmi különös. Itthon vagyok még nyugdíjas, ugye? Ó, nagyon jó. Mint nyugdíjas. És várom a gyermekeket haza. Jaj, de helyes vagy. Jó. Igen, gyerekek kirepültek és meglátogattak hétvégén? Így van. És mióta vagy nyugdíjas? 2 éve. Nehéz volt megszokni, vagy az ember új kívásokat talál, és azt mondja, hogy jó, akkor egy valami véget ér, de tudok valami mással foglalkozni, kellek, még fontos vagyok, és élvezem a nyugdíjas éveket.
Igen, a gyerekeimnek az szüksége van rám, hogy érzem, meg még találok feladatokat, programokat, amik idáig elmaradtak, nem értem rá. A legjobb az, amikor az ember nyugdíjasként érzi, hogy a gyerekeknek kell főzni, besegíteni, unokákra vigyázni. Kérnek. Nem teljesen erre gondoltam. Ki melyik oldalát látja? Milyenek a kérdések, Jani? Ja, szerintem menni fog, azt mondja, hogy igen, 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 de nem. Na. Hú, meglátjuk, meglátjuk. Okay. Figyelj, ide. Így szól az első kérdés nyakbalkasztóért. Mi India hivatalos pénzneme? Rópia. Aj, pontosan ugye. Ügyes vagy. Hova? Ez az első, mindig nehezedik. Filmes kérdés a második. Filmes? Pim-cím, vagy? Na, igen. Ennyit elárulhatunk. Nézel filmeket? Nézek, amiket mondotok, beszéltek róla, azokat általában megnézem. Nem túl friss film, nagyon-nagyon jó. Nagyon-nagyon jó filmről van. Reméljük, hogy ismerem én is. Bízom benne. Na, mit csináljunk? Menjünk. Baseball sapkáját szól a második kérdés. Melyik filmben játszott együtt Natalie Portman, Robert De Niro, Val Kilmer és Al Pacino? Ó, de ismerős. Ez a közös nagy film. Közelmúltban volt. Nem. Orba Szábé játszik egyébként valahol. Valamelyik csatornán, minden évben. Ez elég régi film, hát 20 éves. Húha. Ó, izgulok ám nagyon. Izgulok nagyon. Ki van ott? Hőség? Akkor Hőség? Ez nem, mondta. Jó egyébként. El kell fognom, hogy a Heat az eredeti címe. A Heat az eredeti címe, tényleg. Igen. Ja, hogy valaki megnézte ezt interneten? Ki volt az? Kisebbikem. És rögtön fordított is. Egyébként mi volt a magyar cím? Szemtől szembe. El kell fogadnunk. De jó, hogy ez leesett, én nem is emlékezem, hogy itt volt a magyar cím. De nagy vagy, nem számítottunk rá, hogy így válaszol rá. De jó. Látod, segítség az jót. Utána nézett. Köszönöm. Igen. Oké. Hát, jó, elfogadjuk, jó? Oké, nagyon jó. Nem, igen, hát nem hőség, forróság, düh, inkább, szóval nem a hőség, tehát nem a melegre utalt. Persze, én is először azt akartam mondani, hogy nyis ablakot, de hogy... Igen, tehát a tűz, a gerjesztés, inkább így lehet ezt a hitet fordítani. De jó, elfogadtuk. Ó, nagyon jó, köszönöm. Menjünk tovább? Igen, próbáljuk. Harmadik kérdés, így szól a dedikált morningsos óráért. Melyik magyar történelmi személyiség volt Zirinyi Ilona második férje? Nem adunk ennyi időt, tessék mondani. Zrínyi a második férje. Gyermekem. Gyermekem, segíts! Nem várjuk meg, amíg a gyermek kikeresi az interneten. Itt ezt muszáj mondani a harmadik kérdésben. És lefordítja angolra, igen. Tököli Imre. Igen. Tököli Imre. Hát ez azért kell tudni. Ezt kell tudni. A hit az egy szép. Ezt kellett volna tudni. Így van. Igazatok van. Erzsi, puszilunk, jó? Várjál, hát egy jó bummozás. Indul az óra, tiki-taki. De szép indítás. Jó repül. Na, begyerjetek. Na, nem sikerült. Itt nálam semmi jó. Semmi jó? Semmi rohadék nálam semmi. Itt sem. Csak, hogy a mi házunk áll. Na mindegy. Majd legközelebb. Legközelebb. Jó. Köszönöm. Puszilunk, vigyázz magadra. Oké. Ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 2 perc, pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. 9 óra múlt 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és folytatjuk egy Aerosmith dal után. Reméljük, hogy segí, nem aludtál. Itt vagyunk. Én imádom egyébként az Aerosmith. Imádom az Aerosmith, persze. Egyébként. Az Aerosmith az nagyon jó, és vannak a dalai 99%-a. Azt mondja, hogy nézzük, hogy mit írnak a hallgatóink, mi a helyzet az utakon. M5-ösön már lehet haladni a 64-es kilométernél Budapest felé, nem kell kerülni, ezt Bazsi küldte nekünk. Budakeszi úton baleset a busz végállomásánál, áll mindkét sáv. Aztán az M1-es Győr felé beállt Biatorbágy magasságában, KPMS írta nekünk. Budakeszi főutca baleset lezárva, hatalmas a káosz, kapitány küldte. Kiskunhalas minden kivehető útján ellenőrzés, embercsempészeket keresnek, Bodri Vodka.
Ja nem, jó, igen, Bodri írta nekünk, a többit nem olvasom, mert a vodka után még jön egy-két dolog. Azt mondja, hogy baleset az M7-esen, a 168-as kilométernél Budapest felé, torlódás, Sziszka üzeni, M5-ös 64-es kilométerénél Pest felé oltári baleset, de az azóta már megoldódott, úgyhogy lehet haladni, nem kell kerülni, ezt megkaptuk SMS-ben. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy van-e még valami egészen friss? Ja nem, jó, ne írjatok ilyeneket, léci. Tehát ezt nem tudom beolvasni. Csicsolina írt overdose-hoz, tényleg? Ne. Tehát, hogy léci. Hát, gondoljatok arra, hogy ezeket be kell tudni olvasni, és ha valaki elkezdi írni egy perces megemlékezés overdose-ra, azt én nem elkezdem beolvasni, mert hogy jól szól. Az én hibám, hogy nem mindig olvasom végig az üzeneteket, élő az adás, és gyorsan átugrom a végére, anélkül, hogy még ott tartanék olvasásban, és látom, hogy nem ezek szabad még csapdák kapnak, amiket direkt azért helyeznek az SMS falunkon, hogy te ráfussál, és azon röhögnek, egyébként tökéletesen megértem, meg engem is való szórakoztat, hogy a felénél elakadsz, mert látod, hogy mi a fejeződik be a sztori. Ugye, mert az ember kijelöl magának közlekedési SMS-eket, csak egy kis kulisszatitok, de ráfrissítek a fal, és látom, hogy bejött egy-két, és mondom, de örülök, overdózom, mert valaki azt mondja, hogy beszéljünk róla. Ugrok egyet a szememmel, hogy mi a mondat vége, és látom, hogy Csicsolina ott van, és akkor jövök rá, hogy szép fotbali. Erre megint rászaladtál. Na! Jaj! Innom kell egy pohár vizet, gyerekek. Vizet neki! Vendégünk van itt a stúdióban. Vendégünk van a stúdióban. Méghozzá nem is akárki, a vendégünk talán nem túlzás azt állítani, hogy a világ legjobb női basszus gitárosát látjuk vendégül. Muk Éva itt van velünk. Hello Éva, jó reggel! Ciao. Hello! Szokod még mi ezt, hogy a világ legjobb női basszus gitárosa? Hát igen, és egy pici túlzásnak is érzem, ne. De... Na, most nem mondtuk. Tényleg jó. Nem, egyéb példát róla, vagy dicsérnek, mindig pislogja, elismerni. Azóta egyetlen versenyen sem hirdettek még eredményt, úgyhogy most járnettel vagy a legjobb. Igen. Na, sokan szerintem nem tudják, hogy az Egyesült Államokban rendeztek egy magyarra fordítva Húrok királynője versenyt. Igen. És ezt, jól tudom, első alkalommal rendezték meg? Igen. Első alkalommal rendezték meg, ahol el kellett mindenkinek küldeni egy szabadon választott kis videót, ahol nektek, mint jelentkezőknek zenélni kellett. Ugye mesélj erről egy kicsit, hogy mik voltak a kritériumok, mit küldtél, és hogy lehetett erre nevezni? Na hát ezt a versenyt Nick West hirdette ki, aki egy énekes basszusgitáros, és kifejezetten hát csak nőknek gitár és basszusgitár kategóriába a világ bármely pontjáról kellett beküldeni egy videót, ahol játszik, és teljesen mindegy, hogy milyen műfajban. Az volt a lényeg, hogy tetszen nekik, látszódjon, hogy magát azt a műfajt, amit képvisel az illető, az elsajátította is, és szereti, szóval, hogy hát maga, hogy az érzet természetes legyen, vagy stb. Zsigerből jöjjön a zene. Hát olyasmi. És azt kellett bebizonyítani, hogy jól basszusgitározol? Tehát egy általad szabadon választott dalrészletet játszottál el, ugye videóformájában ti ezeket elküldtétek. Igen. Vagy ilyenkor mit néz a zsűri, vagy mit vizsgál? Gondolom több dolgot. Igen, hát elsősorban azt, hogy maga a technika mennyire megy meg a basszusgitározás, illetve a gitározás. Másodszorban meg azt, hogy maga az előadásmód, az mennyire, hát mennyire sugárzik át a személyiség, mennyire... Szóval, hogy azért a látvány is fontos, nem csak a halvány, és... halvány. Igen, és ezen kívül meg egy személyes sztorit is kellett küldeni, hogy miért választotta az illető azt a hangszert, amit. Na, az elejét én például ismertem a sztorinak, ezt viszont nem. Mi az, hogy tehát küldeni kellett leírva azt, hogy miért ezt a hangszert, miért ezt a stílust, mi volt az indítatás, stb. És erre mit írtál? Én azt elmeséltem, hogy hogy esett a választásom. Mert a foglalt volt otthon. Az öreg mindig használta. Jaj. Hát igazából elmeséltem, hogy miért választottam a basszusgitárt, és eleinte azért, mert hát mi hármasikrek vagyunk a két fiúiketesommal, és ugye a szüleink, édesanyám énekesnő, apukám szaxofonos, és akkor hát elkerülhetetlen volt, hogy akkor mi hamar elkezdünk zenélni, úgyhogy 8 éves korunkban elkezdtünk klasszikus zongorára járni. Aztán a Feli és az Iván ilyen 12 éves korukban már hát az egyik elkezdett dobolni, másik szóló gitár, és akkor én így egyedül maradtam egy pár évig a zongorával, és hát jött a kamaszkor, aztán lázadni szerettem volna is. Hát az volt a szempont, hogy ne olyat, amit ők, és legyen szokatlan. Úgyhogy a basszusgitárra esett a választásom, de úgyhogy de jól sült el, szóval nem volt teljes mértékben tudatos,
de... A Lenny Kravitznek vannak mindig brutális basszusgitárosai csajban. Tehát meg... meg dobossabb basszusgitárosai. Hát nem jellemző azért csajoknak, ahogy ezt a hangszert választanák. Nem. Ugye? Hát effektív a legnehezebb súlyra is. Gerinc specialista, az járulnod kell már? Nem. Elküldöd a videót, majd kihívtak a versenyre, vagy maga az volt a verseny, mindenki nevezett, a zsűri megnézte, és választottak valakit, aki a legjobb volt. Beküldték a videót a jelentkezők, és hát körülbelül 900-an jelentkeztek idén, és az első 25-ben azt közönség szavazással lehetett bejutni. Szóval a neten szavaztak azok, akik megnézték a videókat, bárhon, a világ bármely pontjáról szintén, és aki bekerült a legjobb 25-be, azt viszont meg már Jennifer Button és Nick West és a többi ők értékelték. Hát mondjuk el azoknak, akik nem tudják, hogy kik ők, nekem. Én bevállalom a hallgatói szerepet, mert talán nem mindenki tudja, hogy azért ők nagy nevek, ugye? Tehát, hát Jennifer Button mindenféleképp, ő például Michael Jacksonnal gitározott még annó, és hát Magyarországra is ellátogatott pár éve, azt hiszem, mert hát idősebb kategória. Nick West az egy ilyen 20 éves, nemrég felfedezett énekes basszusgitáros csajszi. És együtt voltatok gitárosok és basszusgitárosok, és te lemostad a gítyós csajokat is? Nem, két kategóriában volt értékelés. Aha, tehát van szólógitáros, meg igen. Aha. És kaptál egy plecsint, egy oklevelet, meg egy ilyen marcipán basszusgitár, persze. Nyilván. És a repülőn így hoztad haza. Meg egy kultészleted utánvétele. Nem, hát a nyereményeket azokat ezen a héten fogom megkapni, mert most érkeznek meg. Egy ilyen ukulele nagyságú basszusgitárt fogok kapni, az egyik, ez egy ilyen U-Bass, manapság, ez ilyen újfajta dolog, nem tudom, kíváncsi leszek, hogy szól. Aztán ilyen, hát mindenféle ilyen szponzor cuccok, húrkészletek, tompító, hát és fellépési lehetőség nincs, hogy játszhatsz valakivel egy nagy koncerten. Közös koncert, lemezfelvétel, blabla. Hát ami nemzetközileg mondjuk fontos, a Bass Musician magazinban kapok egy cikknyi helyet, írnak majd rólam, és hát Nick West-tel fogok skype-olni majd októberben. Ő most világkörüli turnén van. Hát aztán... oda elvihetett volna, nem? Egy két számra följössz, itt az a csaj, gyerek. És kiszúrják a szemedet egy skype-olásra. Hát kérem hát szépen, milyen verseny ezért, tehát Nick West-tel skype-olsz egyet. Hát az első verseny, én örülök neki, és... Hát nyilván baromi nagy dolog, persze. Ja, és ezek a cuccok, szóval amiket a szponzorok adnak, hogyha ezeket mondták, hogy csináljak nyugodtan fotót, videót, tehát nyugodtan csinálni fogok, és azt megosztják majd a saját oldalukon. Jó, azt csak szólok, hogy ez nekik reklám. Persze, de engem is megismernek ezáltal, úgyhogy mindenki jól jár. Jó, belehallgatunk egy kicsit, hogy mi volt a produkció, amit elküldtél. Jó, azt a YouTube-on hallgassuk meg, hogy eljátszod. Nekem mindegy, mert élőben is meg tudsz szólalni, hoztál gitár, meg tudjuk hallgatni, nekem be van készítve. Melyik legyen? Nézzük meg, hallgassuk meg azt YouTube-on, erre tudom, hogy nem készültél, mert az volt, hogy mi ezt bejátsszuk, itt van, erre el tudom indítani. Csak tapsoljatok. Egy jó takjelet. Lassú lesz, vagy gyors, mert öngyújtót is kell akkor keresni. Mi a BPM? Szívesebben 120 BPM. Szívesebben hallgatom meg élőben, csak azért kérdezem, hogy ahhoz neked kell egy kis rákészülés, akkor meghallgatjuk YouTube-on, és akkor utána a dal részleteket, ami már egy másik játék, meghallgatjuk majd élőben, ha el tudod nyomni, vagy egy kicsi részletet tudsz nekünk mutatni belőle. Egy kicsi részletet szívesen mutatok. Jó. Jó, oké. Na, meghallgatjuk. Tehát ez volt a maga a, nem azt mondom, hogy vizsgafilm, de amivel te neveztél, amit kiküldtél. Igen. Ugye? Igen. Ezt egy szobában vetted föl egyébként. Én látom, hogy ugye... Plüssállatok meg ilyesmi. Plüssállatok nincsenek. Nagyon tudatosan egy lemez van bekészítve hátra. Azt mondja, hogy... hát az nem tudatos. Ezek bakelit lemezek mögötte? Vagy beültél hát egy szobába? Az is van. Nem, hát ez nekünk az előterünkben van, és ott van egy ilyen mini stúdió cucc. Igen, egy száradó babydolt látok, Marilyn Manson posztereket. Azt hittem, hogy tudatosan lettek odarakva bakelit lemezek, nem tudom, nagy amerikai zenészektől, de nem látom, hogy magyar bakelit hát lemezek voltak. Azt hiszem, egy kis lámpácska előtt ülsz. Tettem direkt, de... Igen, hát látni is kell. Az ott van, és egy nagyon helyes kis lámpa előtt. Vasztorius, így van, a híres Vasztorius. Na, oké, meghallgatjuk akkor, hogy mi volt az, amivel megnyerted ezt, jó? Jó. Éva, na, figyeljünk akkor, hallgassuk meg. Thank you.
Te jössz, Jani. Ez volt, nem? Moson Magyaróváról az egyesem. Te vagy a következő. Te fogd meg a gitárt. Hát ebben mennyi gyakorlás van, mennyi meló van ebben? Hát komolyan 2009 óta járok Szappanos Gyurihoz, és azóta van komolyabb gyakorlás. Hát próbálom napi szinten tartani, ez lefoglaltságai miatt nem mindig sikerül, de hát minimum egy óra, és eddig a maximum az ilyen nálam 6 óra. Hogyha... 6 óra egyfolytában gyakorlás? Hát azért pisi szünet meg ivás meg ilyenek, de azt lehet, hogy így nem bírnám. De egy mobil vécén ülve tolja. Persze. De napi egy óra, amit minimum a gitárral kell tölteni. Minimum. Én azt hittem, hogy ebben több van. Az ember leül, és akkor 2 órát, 3 órát folyamatosan kell, hogy gyakorolja. Persze, igen. Én az egy órát azt arra mondom, hogyha mondjuk egész nap, hogyha bemegyek az egyetemre, és ott vagyok mondjuk... mit tudom én, 8-tól 4-ig, akkor, és még este is van valami, akkor legalább ilyen szinten tartás, meg hogy kézben legyen a hangszer. Szóval ez így úgy értem a minimumot, hogyha az egész nap be van táblázva. De most te nem ezt tanulod? Tehát nem ez lesz a szakmád, hogy basszusgitáros leszek? Mit tanulsz az egyetemen? Én andragógiát tanulok az ELTE-n. Én szerettem volna egy civil szakmát, és aha, akkor ezt így igazából könnyen el tudom végezni, amellett, hogy közben zenélek, meg zeneórára is járok. És különböző ilyen session munkákat is vállalok, úgyhogy szóval nekem, én ezért így minden, hát ezt valami B-tervet szerettem volna. Jó, hát közben azért ezt így magunk alatt így elindítom, tehát hogy csak így halljuk azért, hogy ez így hogy szól. Aha, jobb egy kicsit. Jobb egy kicsit, igen. És rázza a haját a csaj. Hagyja, nyomja. Van egyfajta kisugárzás egyébként. Éjszakás voltam! Hagyd abba! Hát azért ez nagyon durva. Na még egy kis kavarás. Kamerában nézzük. Hú, hát azért ez nagyon jó. Szóval nagyon erős. Gyerekkorodban neked is raktak gyufás dobozt az ujjaid közé? Ó, persze. Igen? Arra emlékszem. Még klasszikus gitár órán. Be kellett raknod? Hazaküldött a klasszikus gitár tanárom, azért rakjak gyufás dobozt, és úgy kellett aludnom, hogy gyufás dobozokat kellett raknom, csak a bal kezem közé. Szalagozva. Konkrétan berakadta a gyufás dobozokat, hogy ugye hát a bundoknál nagyobb részeket tudja lefogni. És úgy aludtam, hogy darab gyufás dobozzal. Én inkább gyakorlok. Tessék? Én inkább gyakorlok. Hát jó, én az egyszerű utat választottam. Én ezt elhittem. Haladok, hát családi gyufás. Ika a gyertem. Na, és akkor most mi a következő? Vagy innen hova tovább? Tehát az ember azért megnyer egy ilyen versenyt, hát azért azt gondolná az ember, hogy akkor megnyílnak utak, hogy kapok. Hát én most meglátjuk, nem tudom, most nagyon nagy figyelmet kapok az elmúlt másfél hétben. Tudom, hogy ez nem fog örökké tartani, és fent is kell tartani. Hát most én igazából motivációt kaptam ezáltal, hogy még többet, hogy még tovább fejlődjek, mert tudom, hogy most ezzel így nem áll meg az élet, és nagyon sokat kell még tanulnom. Úgyhogy hát szeretnék minél jobb lenni. És akkor irány a Back to Black? Vagy akkor mi? Nem, én saját zenével szeretnék foglalkozni. Mondjuk ott is elég jó a basszusgitár. Egyébként zseniális basszusgitár, és csak kérdezem, hogy milyen jövő vár, vagy az emberek zenekar, vagy tehát, hogy hova irány a bombom, vagy harmadikként, vagy mi lesz? Tehát itthon azért viszonylag szűk a piac, nem? Hát session zenésként már el lehet menni barom jó produkcióba zenélni, de külföldön inkább? Engem érdekel, én most turnéztem fél évig Angliában musicalekkel, meg egy Robbie Williams tribute banddel. Ja, csak egy szerényen tudod, csak mellékinformációt, én zárójelben. Azt hittem, hogy a Robbie-vel, csak ide nem tudtam jönni a szigetre, mert már a Madonnával gyakorolt. Mert nem kaptam egy hetes belépőt. Igen. Ja, és hogy ott azt hát magát azt a külföldi turnézást, meg a turnézást kiszerettem volna próbálni, ezért bevállaltam így hosszabb időre. És hát július végén jöttem haza,
és azóta, hát most egy hónapja egy saját trióval dolgozunk együtt, ahol Zsubert Flóra dobol, és Jasper Andor szakszofonozik. Hát fiatal arcok vagyunk még a pályánk elején, úgyhogy... Figyelj, a csajzenészeknek férfi grupjai vannak? Persze. Hogy ne. Pasikálnak az öltözőn. 16 éves pasikálnak az öltözőn. Na, Éva, hát örülünk neked, ez egy nagyon nagy dolog, gratulálunk. Köszönöm szépen. És büszkék vagyunk rád. Hát én aztán tényleg elmutattam magamról, hogy baromi keveset értek a basszus gitározáshoz. Ahhoz is. Hát. Ahhoz is többek között, de ha az ember egy ilyet hall, hogy van egy kiváló magyar zenészünk, aki egy ilyen versenyt megnyer, hát akkor mindenféleképpen meg kell mutatni egy rádióműsorban a nagyvilágnak, hogy legyünk rá büszkék. Ha valaki beírja az egyéb YouTube-on, hogy Muk Éva, brutálisan sok videó van rólad, csak így napközben az ember akar egy picit hallgatni, hát lehet. Jó, csak így alapnak is, az ember ott elindítja, és akkor biztos, hogy valami sánt itt tehetséges és csinos is. Hát itt valami nem stimmel, srácok. Én is egyre nyugtalanabb vagyok. Itt valami nem stimmel. Éva, köszönjük szépen, reméljük, hogy még sokat hallunk rólad. Jó? Puszi neked. Köszönjük szépen, Évával beszélgettünk. Ez az, még játszál. Hány órás? Csak a funky! De jó a kezed, baby! Ez a Gyulai! Egy perc pontosan fél tíz, jövünk a hírek után! Negyed tíz lesz pontosan, 7 perc szóval, ügyes lány, nagyon hát azért ügyes, ez jó vicces, látni, jó ügyes. Hallani, nagyon-nagyon ügyes, hát valaki 21 évesen így basszusgitározza, mennyire jó, amikor így valakiből árad a zene, ne? Hát olyan jó hallani így laikusként, hát az ember laikus zenekedvelő, tényleg 3 akkordot, aranyosan el vagyunk, persze. Este berúgni, tehát Muszti Dobajból elnyomtam én is. Olyan dalok voltak a Muszti Dobajban. Amikor valakinek minden porcikájából árad a zene, hát az egész nap elhallgatna az ember, és irigykedik. A szó jó értelmű, hogy úristen, mennyire tehetséges, ne? Hogy így megfogja azt a hangszert, és úgy szól, nem csinál semmit, csak kettőt fog rajta, de árad belőle a zene. Hát azért ez tényleg. Hát meg főleg egyébként, hogy ezt egy csaj csinálja. Ezt tudja otthon mondani is, tehát hogyha most ebben a pillanatban hallja, nem fogja félreérteni, én mindig szerelmes leszek, amikor látok egy helyes csajt, aki jó zenész. Tehát hogy most teljesen mindegy, mondjuk az Iron Maidensről van szó, mert van egy ilyen lánybanda, vagy Orientiról, vagy pedig az izraeli Meital Cohenről, aki az egyik legnagyobb kedvencem, aki egy dobos lány, és irgalmatlan zúzásokat is tud, meg jazz is dobon, gyakorlatilag bármit, és közben... Enya, vagy Bonnie Tyler, nem? Ha, be, ja, hú, igen, most. Ja, nem is árad a zene. Igen, de tényleg, hát az olyan szexepil, hogy az tényleg jött, és 21 évesen. Valaki azt írja, hogy magyarázza már meg az 5 gyufás dobozt. Ez nagyon egyszerű, 3-at kellett ugye betenni, 2 pedig a golyóim alá, hogy azok ne tapadjanak le. Tehát, nyilván más 3-at tett be nekem, arra kérdő, pedig azért volt haza, mert hogy hívják, hogy próbám után főzte. Igen, tehát mondjuk egy írta, hogy magyarázz már elég az 5 gyufás dobozt. Neked nem volt ilyen gyerekkorod, hogy gyufás doboz? Tehát ezzel a kézzel. Felinál. Lesöpröd a margiciket. A disznót is tud fogni, és akkor leütöd a tehenet, ha neked Feri hozzászokott, hogy egy érted, hogy a két kezében ott volt a két szeker, a tíz ujja köz pedig 10 pix szalámi. Hogy jött valahogy haza kellett vinni. Na, igen. Szóval jó volt, ügyes lány. Nagyon sok videó van róla a YouTube-on, úgyhogy aki szereti a zenét, szeret basszusgitározni, vagy csak egyszerűen zenekedvelő, nézzétek meg. Muk Éva, megtaláljátok a YouTube-on. Mi pedig mutatjuk, hogy mivel is foglalkoztunk ma reggel, hát több mindennel, de egy fő témánk, egy vezető témánk volt. 7 óra után észrevettük, hogy Feri valamit ropogtat. Eleve már, ha zöldség van a kezébe, nem nagyon tudjuk hova tenni, de hogy ez csak egy dolog volt, hogy zöldséget ropogtatott, ugye? Hát ezért te meg a Karalábi megpucolva vagy. Barátok vagyunk, mi, ha van mellett, sárgarépa, vagy egy kis, nem tudom. Neki az leves zöldség. Maximum leves zöldség, igen, de hogy Feri ezt ropogtatta, mi pedig rákérdeztünk, hogy mit csinál. És ekkor előjött az idei év talán eddig mindez ideig legváratlanabb dolgával, hogy szeretnél leszokni a dohányzásról. Elérkezett az idő. Elérkezett az idő önmagamtól, nem külső nyomásra, nem cseszegetésre, hanem én határoztam. Ez nagyon durva. Ez olyan, mintha annak idén azt mondta volna Michael Jackson, hogy többi nem veszek fel fehér zoklit. Ez
ugyanakkor a hordelevei ügy. Igen. Ez az imidzsedből tépsz ki, vagy akarsz kitépni valamit, amit nem biztos, hogy kellene. És külön köszönöm, hogy ennyire fantasztikusan mellé álltatok. És képzeld már ezt cilinder nélkül. Igen, hát kellett nekünk fél óra, amíg ezt egyáltalán komolyan tudtuk venni, mert egy évek óta azon dolgozom, hogy téged leszoktassalak, és mindig mondtad, hogy hagyjalak már békén, mert te egyszerűen nem akarsz leszokni. Most fordult a dolog, úgyhogy mi fél óráig ezt emészgettük. Aztán kitaláltuk, hogy jó, legyen akkor ez egy tudatos leszoktatás, megnézzük a kereteket, és kitaláljuk, hogy tudunk téged valójában leszoktatni, milyen módszereket alkalmazunk, lehet, hogy lesz egy fogadás a dologban, szóval arról beszélgettünk, hogy mikor és hogy indítsunk el ezen a rögös úton, ami leginkább te akarsz elindítani. Köszönöm, srácok. Hát csak önbizalmat azért nem adtunk, legalábbis az elején. Nem. Ami volt, annak is vége. Igen. Hát szkeptikusak. De mindent végigcsináltatok veled, ami csak ahhoz kell, hogy tényleg leszokjál a cigiről. De első körbe fordítva veszed majd be a szádba, meggyújtod. Hát egy idő után úgyis elszívod. Hát ha az lesz hatásos, igen. Na, erről beszélgettünk ma reggel, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc van pontosan 10 óra. Na, akkor ezt kitaláljuk, jó? Még egyelőre ne kezd el. Almákat ide! Répákat! Almát, répát. Kitaláljuk a pontos dátumot, hogy mikortól, kitaláljuk a módszereket, megnézzük, hogy csökkentjük az adagot, és írjuk mindig, hogy mennyi. Egy nap úgy kelsz föl, hogy nem gyújtasz rá, és közben gyorsan mész ide-oda, ilyen-olyan kezelés, megnézzük. Jó. Kicsi Szent János bogár leszek, és repülök előtted. Köszönöm, hát a villanyfény. Először egy kicsit megmartunk az első fél órában, de ez egy nemes cél, úgyhogy akkor segítünk. Ajánlok egy fogadást, ha sikerül megcsinálni. Jó! Jó, hát erről beszéltünk, hogy akkor Jani teljesít valamit, ha leszoksz. Köszönöm a felvetést tőled. Ha nem szoksz, akkor te kitaláljuk. Jó? Ki kell tanulni valami pócsirekvést. Ő nem lehet belemenni, mert tudja, hogy meg tudom csinálni. Amit eleinte el tudsz majd, mit tudom én, szívni, amivel lehet pótolni majd a ízét. Vagy a répázás, hogy kapsz majd egy csillagszórót, egy vaníliarudat, egy bakaszivart, érted? Valamit tényleg. Valamit majd kapsz. Ki kell találni, milyen gyorsan akarod elkezdeni? Tehát mennyi időt adsz még magadnak, hogy dohányozhass? Milyen intervallumon gondolkozzon? Hát úgy van, hogy mindig új intervallumot kell magunk elé tűzünk. Tehát ha most azt mondod, hogy most jövő hét hétfőn megyek biorezonanciára, akkor az az időpont van. De az, ha nem működik, akkor ki kell tűzünk egy újat, nem? Uh-huh. Hát két módszer van. Vagy az van, hogy abba hagyod egyik napról a másikra, és gyorsan szerintem elmész. Ez hülyeség. Vagy dohányzol, elmész erre a harra, és közben megnézzük, hogy működik-e. Így van. Itt akkor legyen az, hogy egy hosszabbat tűzünk ki. Nézd, kicsit ott menekülök fut, ki. Kicsit hosszabbat tűzünk ki, ami alatt ezeket végig tudjuk csinálni. Tehát az nincs, hogy jövő hétfő reggeltől nem. Hanem, hogy nézzük meg először a módszereket, hogy működik-e, és ha nem működtek a módszerek, akkor egy radikálisabb célkitűzéssel, mit tudom én, november 1-től nem. Nove 1? Így van? November 1? Addig vannak a módszerek. Jó, akkor hétvégén összerakom neked a listát. Jó? Nagyon jó. Egy 4-5-5, ahova el kell menned. Ez lehet, hogy tanfolyam lesz, lehet, hogy könyv lesz, amit el kell olvasnod két nap alatt, lehet, hogy talpreflexológia, biorezonancia. Miért összeállítok egy listát? Ha nem, akkor radikálisabbra váltunk, és azt mondjuk, hogy november 1-től. Lehet, hogy el kell hoznod a kocsit a mosóból, érted, be kell vásárolni. A gyereket az óviba, hozd el, léci, Noelt oltasd be. Tehát lehet, hogy lesznek ilyenek is a listán. Megnézzük. Akkor két módszerrel haladunk ez. Azért is jó egyébként, mert azok, akik nem tudják úgy letenni egyik napról a másikra, azok legalább megnézik rajtad keresztül, hogy bizonyos módszerek működnek-e. Ha radikálisan úgy csinálnánk, hogy abba hagyod, akkor nem tudjuk, hogy most az akaraterőd vagy a módszer. Tehát nézzük először különböző segítségekkel, és ha az nem, akkor legalább azokat kipipáltuk a dohányozni leszokóknak. Vagy a dohányzásról leszokóknak, hogy azt ne próbáljátok ki, Ferinél nem működött. Jó? De nem mondhatsz csődöt. Ha csődöt mondasz, akkor az lesz a büntetésed, hogy jövőre el kell menned egy egyhetes életmód táborba. Tóth Gáborra. Akkor lesz. És minden lesz nap számháborúznak. Így van. És mentek közös örökségre. Állj ki vagy. Jobbra át, balra át. Szerintem nem veszi fel. Nem? Most nem akarja. Dehogy nem. Hello, Feri Jani. Bizonyám. Hello, hát nem mondtad. Hát nem. Nem. Jágó, jó helyen vagyunk? Igen. Hello, hol? Hol hallgatsz minket? Vas megye, Szombathely környéke. Szombathely. Elfelejtetted, hogy írtál, vagy egyszer már belemerültél a munkába? Nem, belemerültünk a munkába, igen. Mit csináltok? Betegszállítózunk. Betegszállítótól. Aztán nagyon szellemes volt, amit írtál, csak annyit írtál, Feri.
A maradék cigit kell még. Nagyon nagy duma. Most még kell, de ahogy letettem a tiéd az össze. Ez nagyon nagy duma, szeretjük. Nagyon szimpatikus ez a praktikus gondolkodás. Hát nem egy ilyen kárba. Spórol a magyar ahhoz. Tök jó, nagyon szeretem, Feri, a maradék cigit kell. Óriási duma volt. Te vagy a naphallgatója, ajándékcsomagot nem tudunk adni, de a kitüntető címet viselted, jó? Jó, köszönöm. Sajnálom, szépen, hogy nem mondtad. Köszönöm, hogy minket hallgatsz. Csáó, jó munkát nektek. És a cigit küldöm, ha abba hagytam. Igen. Csabi, jó reggelt, hello. Jó reggelt, szevasztok. Én hiszek az egyensúlyban, és pont most olvastam valahol, hogy úgy próbálnak meggyőzni vegetáriánusokat arról, hogy egyenek húst, hogy ők saját maguk kevesebbet fogyasztanak. Tehát, hogy nem kell emiatt több állatot leölni, hanem átadnak egy adagot belőle. Mert ugye a vegetáriánusok azért nem esznek, hogy ne kelljen tényleg. Hogy legyen az, hogy akkor a Jani elszívja előlem a cigit. Pont ezt, hogy valahogy a világ egyensúlyát fenn kell tartani. Mi lesz, ha te leszoksz? Tehát akkor azzal az összeggel, tehát az hogy kerül vissza a GDP-be, azokkal a szegény dohánygyári munkásokkal, akik neked készítették, azokkal mi lesz? Tehát, hogy valahogy erre is gondolni kellene. De hogy van, leestem a kicsit a vonatról. Majd akkor te befizeted. Vegetáriánusokkal, hogy nincs meg az egyensúly, érted? Tehát, hogyha Feri leszökjük a cigiről, akkor szegény dohánygyári munkásoknak annyival kevesebb munkájuk lesz. És de a vegetáriánus az sokan... mi volt? Az, hogy a húsevők majd fele annyit fognak enni, fele annyi húst, és azt a felet odaadják neked. Te is egyél húst, de nem kell több állatot megölni, mert én a felét odaadom annak, amit én ennek megegyek. Értem. Jó. Igen. Hát meglátjuk, hogy mi működik, hiszel Feriben? Én, amikor letettem a cigit, akkor az úgy működött, hogy azt mondtam, hogy na, most! De ráadásul úgy, hogy már többször próbálkoztam, hát a Feri a legjobb tanú erre, mert én nagyon sokszor leszoktam a saját cigimről, és a Feri az mindig mentem, figyelj, nincs egy száll cigit! És aztán mindig, neki mindig volt, tehát ezért szerettem többek között a Ferit. És amikor leszoktam úgy, hogy na most végleg, akkor nem mondtam el senkinek. Tehát egyszerűen csak nem gyújtottam rá, és környezetemben élők meg többen is észrevették, hogy figyelj, nem mész ki cigizni, te már nem jössz velünk ki cigizni, te már nem vagy büdös. Érted? Úristen, tehát, arról is le kell mondjak, hogy kint a pletyókat összeszedjem. Kimész te cigi nélkül. De nem tudod. Annyira felborult libáskosár, hogy odaállsz te, és megnézed őket. Hát ha leszoktál a dohányzásról, nem tudsz odaállni a dohányzásról. Megmondod, hogy 5 méterrel arrébb állsz, csak mondják el, miről beszéltek. Hangosan, mi? Arról te nem fogsz lemaradni, Feri, azért attól lefél, majd kiűzz a büfébe a székre, és hallgatod őket. Hát meg miről beszélnek? Addigra működik már a mérrendszered, és akkor mindenki elküldi. Ma arról beszélgetünk, hogy egy memorandumot tényleg megkapott, hogy a pletykák tárgya, igen, személye. Ma rólad beszéltünk, ezt nem írjuk meg. Igen. Na jó, Csabikám, lemegzenék? Ráadásul hozom nektek Kálai Sanders Band Young című klasslágerét. Nagyon. Ez jó, de egyébként tényleg ez egy jó kis csapat. A Bandinak most már nagyon sok új száma van. Csinált egy lemezt, és akkor így pöktet. Igen, ez így szokott működni, bár manapság egyre ritkábban készítenek lemezeket, de hát ők szerintem még hisznek ebben, hogy zenekari formációban gondolkodnak, és készítenek lemezt is, tehát nem csak egy-két dalt. Na meghallgatjuk akkor, jól van. Csabi, a kívánság műsorral 555-55-00. Szevasztok! Mindenkinek szép napot! Sziasztok! Hello! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt.